hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! Én egyáltalán nem vagyok meglepődve, fanándorban meglepődve azon, hogy ilyen nagy számban eljöttek és megtiszteltek bennünket ezen az estén. 1988 első Töltsön egy órát című műsora a mai. Szinte napra pontosan 3 évvel ezelőtt volt. 98. Szinte napra pontosan 3 évvel ezelőtt volt az első, akik itt voltak a Székhelyi József művész úrral. A mai estére, amikor felkészültem, akkor úgy teljesen szubjektíven rangsoroltam magamban, vagy legalábbis összegeztem magamban az én szememben minden idők legnagyobb sportembereit. Én úgy gondolom, az én rangsorom legalábbis úgy néz ki, hogy Papp Laci az egyik, nem kell megmagyarázni, hogy miért, ugye a 3 olimpiai aranyérem önmagáért beszélt. Balcó András, aki ezen a pódiumon szerepelt, és már 5 sorolom ebbe a körbe még, aki nagyon sok tekintetben lelki, és az én szememben bizonyos külső hasonlóságot is mutat Fanándorral. Ha emlékeznek, ő mondta azt, hogy amikor Mexikóban Fern mögött második lett az olimpián, ő neki nem volt elkiismeret furdalása, mindent megtett a siker érdekében. Hogy nem ő lett a bajnok, az egy dolog, nem ő a hibás. Wichmann Tamás sorolom még ebbe a körbe, aki egyébként testi-lelki jó barátja Fanándornak, és nem személyes bók, és nem néki szól, Fanándort ebbe a körbe sorolom, még akkor is, hogyha nem olimpiai sportág, az óceánhajózás. Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Fanándort, ma esti vendégünket. Ezt, hogyha lennék kedves zsebre tenni, és ezt ebben. Parancsolj, fogom. Tetszenek engem hallani? Jó estét kívánok. És hát tudjátok, ti tudják önök, hogy kell egy embert zavarba hozni, úgyhogy... próbálom magam összeszedni, ígérem, de kell egy kis idő, amíg visszatérek önmagam. Most érkeztél egy 1,5 órával ezelőtt. Milyen volt az út itt? A 85-es volt a nehezebb, vagy a 40-eseken ott lenne az Indiai óceánon? El vagyok kényeztetve. Hát ott, én szeretek a nagy óceáni strádákon menni, ott az útszéli kátyúk másképp működnek. És Székesfehérvár-Budapest relációban el vagyok kényeztetve a strádával. Tehát ma elég macellás is lassú a közlekedés. Törtem a fejemet rajta, hogy nyugati országrész, a gazdag országrész, és az utakon ez nem annyira látszik. Nem kritika volt, polgármester úr, ez csak úgy eszembe. Egyébként erről a legkevesebbet a polgármester úr tehet. De azért mondom, hogy nem kritika. Csak kérdés volt, hogy hogy jöttünk, hát lassan. Na, mielőtt még az óceánokhoz kanyarodnánk, azért egy kicsit hogy legyen a... arról is szó, mutatkozzál egy kicsit, de viszonylag keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy hajózol, de úgy magadról egy néhány szóval, ha lehetne. Annyit a lexikonból tudunk, hogy 1953-ban születtél. Ez valami régen kellett, hogy gondolkodnom-e, mit mondjak magamról. Valamikor régen, még a Szent Ipárt útja után, amikor sok élménybeszámolót tartottam, és volt egy kialakult rendje, hogy hogy kell bemutatkozni, akkor valahogy ilyesmit mondtam, hogy Fanándor vagyok, akkor még voltam valamennyi éves, most vagyok 44 éves, és írástudó. Olvasni is tudok azért. Szóval ez egy nagyjából fedi is. Sokkal többet nem érdemes elmondani. Amit érdemes elmondani, azt gondolom itt a kérdések kapcsán, hogy úgy is kiderül. Ami érdekes, az soha nem az emberben van, hanem a környezetében, a természet, ahogy működik. A természettel vívott küzdelem az, ami érdekességeket szül, és amiről érdemes beszélni. A korábbiakhoz képest annyi változott, hogy azóta egy boldog családban élő ember vagyok. A régi idő, amikor még itt, csak azért hozom ezt fel, az előbb beszélgettünk róla, hogy Szent Ipát kora, amikor még független emberként
próbáltuk bevenni a világot. Ez most már nem így van, most már nem független ember vagyok, egy boldog, függő ember vagyok. Ennyi változott. Ennyi is az nagyjából, amit érdemes mondani. Székesfehérváron. Én a Le Figaro egyik cikkéből tudom, hogy vasutas volt az édesapád, itt írja. Székesfehérváron születtél, ott jártál iskolába is, és Agárdon, a Velencei tavon kezdtél el hajózni. Apám egy olyan ember, akit én felnőtt fejjel kezdtem megérteni, szeretni, nagyra becsülni, és sajnos ameddig ideig eljutottam, már nem élt. Vasutas volt az az ember, aki mire úgy nagyjából észhez tért, 16-17 éves korában addigra cserkészek berántották, mire végzett volna cserkészettel, elvitték katonának, mire leszerett volna, kitört a második világháború, mire véget ért volna háború, elvitték fogságba. Ha hazaért, mire összeszedte volna magát, kitört a kommunizmus, és mire a kommunizmus összedőlt volna, meghalt. És hát ennyire vitte, hogy vasutas volt, mozdonyokat szerelt. A mozdony szerelni az úgy nagyjából abban az időben azt jelent, hogy több száz kilós darabokat fizikai erővel, kézzel ide-oda tenni, tehát ennek megfelelően 190 centis, 115 kilós színizom ember volt, aki korábban már erre utaltam néha, hogy hitt a testi fenyítés hasznosságában. Ez a gyerekeken meg is látszott. Négyen vagyunk fiúk, testvérek, én vagyok a legfiatalabb. Ennek megfelelően nem csak az apám nevelését kellett elszenvedjem, hanem a testvéreimét is. Ők is hittek. Talán világos már, mitől vagyok ilyen edzett. Ők is hittek a testi fenyítés pozitív hatását. Gyorsan meg lehet ezt tanulni, igen, apámmal eltanulták, és tökéletve ez. Igen. Anyukád? Anyám... Nagyon féltett téged az első földkerüléseden. Mindig féltett, mindig próbált lebeszélni. Mindig mondta, hogy fiam, én ezt nem értem. Mi a fenét kereselte ott? Miért vesz ilyen messzire? Örülj neki, hogy itt vagy, és minden rendben van. És én rövid idő után beláttam, hogy nincs értelme, hogy magyarázni, mondtam mamikám, ennek a világon semmi köze a tisztelet tudáshoz, a szeretethez, nem magyarázkodok, megyek, kész, pont. Ne is próbál. És nem is próbált. Ez, mellette legyen mondva, hogy annak előtt soha nem értett egyet velem, és ezt elég enyhén fogalmaztam még a véleményéről, de soha nem próbált visszatartani, később sem. Általában meglehetősen puritán módon búcsúztunk el, és nagy-nagy örömmel találkoztunk, viszont ez volt jellemző a kapcsolatunkra. Egyébként én 14 éves koromtól élek függetlenül, aránylag távol a családtól, legalábbis egyfajta függetlenségben, és ez úgy jellemző volt. Most is nagyon szívesen megyek haza, anyám ugyanott él abban a családi házban, ahol én születtem, Székesfehérváron. Minden a régi, a ház a régi, csak a környezete változott meg. Az utcában egyetlen egy ház sincs már, ami ugyanaz lenne, az utca sem ugyanaz, de az anyám háza még mindig ugyanaz. Aztán elkezdtél. Bocsánat, még annyit hozzátennék, hogy a világ életében háziasszony volt, nem is tudom, hogy kell ezt fogalmazni, tehát gyakorlatilag a 24 órás munkáját azt tette ki, hogy a meglehetősen mostva a körülmények között nevelte a négy gyerekét, és minden négyből felnőtt és hasznos embert akart nevelni. Hogy mennyire sikerült, ezt nem mi döntjük el. Aztán elkezdtél sportolni a Köfénben. Birkóztál ugye először, jól tudom? Még az ipari tanuló sportklubban kezdtem el birkózni, azt én bármennyire is szerettem, igazából még a bátyáim példáján. Ez úgy nézett ki abban az időben, talán a mai világban ez már nem ennyire természetes, hogy én, mint legkisebb gyermek azon a környéken, ahol én születtem, az egy nagyon-nagyon leszegényedett polgár környezet volt, ahol születtem, és ahol éltem is egész gyermekkoromat. És ott valahogy a papának, de legalábbis a testvéreknek a tevékenysége a szentírás volt. Nekem nem is volt választásom, hogy mit akarok csinálni. Azt csináltam, amit a bátyám még csináltak, hogy hát egy darabig apánk azért meghatározó volt, egy idő után ez már nem, ez átváltott az ellenkezőjében, de a testvéreim, amit csináltak, a szentírás volt, és igen, nagyon sokáig, tehát így lettem birkózó. Ők elmentek birkózni, az ipari tanuló sportklubban volt egy birkózó szakosztály, mentek birkózni, én meg vakon és nagyon szerelmesen mentem utánuk birkózni, és amikor apám voltam 10 éves, majdnem 11, hazamentem este valamikor, este voltak az edzések, hát 10 éves feje hazamentem úgy este 9 után, ez furcsa volt, kérdezte, hol voltam, mondtam, hogy a birkózó edzésen, bum, barna nagy füles.
nem jössz többet, iskola. Rá két napra, amikor újra edzés volt, megint elmentem, hazamentem, hol voltál, edzésen, bum, füles. És azért ezek a fülesek nem olyan kis barátságos fülesek, az a 115 kiló színűzom, amiben benne volt. Szóval az a füles az úgy nézett ki, hogy az ember vette szabad esésben a sarkot. Ugye a negyedik alkalommal volt, amikor apám beletörődött. Jó van, fiam, hülye maradsz, kész, menjél. De az iskola nem, talán kiderült ebből, az iskola nem ment nagyon jó. Ami nem dicsőség, de egy állapot volt. Viszont nagyon szerettem birkózni, ezt tettem 17 éves koromig. Nem azért hagytam abban, mert egyszer csak már nem tetszett, hanem sérülés miatt kellett abba hagynom a birkózást. Aztán a birkózás után elmentél a vízre, kajakoztál. Hát ott kezdődött egy nagyon szép életem nekem a vízen. Egy időben ez nekem meglehetősen nehéz volt, mert én igen szerettem birkózni. Nagyon szerettem azt a közeget, imádtam az edzőmet. Egy olyan rendkívül szuggesszív, hatalmas szívű ember volt az én edzőm, akitől nagyon-nagyon sokat kaptunk. És mikor sérült voltam, nem volt más választásom, valamit mégiscsak csinálni akartam, elmentem kajakosnak. Én nekem a térdem volt rossz, szabadfogású birkózó voltam, ezt nem lehet láb nélkül csinálni. Elmentem kajakosnak, ott ülni kell, és mégiscsak sportol az ember. Nagyon jó barátaim voltak lenn. És ott ragadtam. Az az igazság, hogy én valami ugyanolyan elementáris erőbe beleszerelmesedtem a kajakkenuba is, mint amivel korábban a birkózást csináltam. És amikor kezdett a lábam javulni, akkor egy dilemma elé kerültem, hogy most menjek vissza birkózni, vagy maradjak kajakos. És a dolgot azt döntötte el, hogy ott a kajakkenu klubban nálam vagy én korombéli, vagy nálam egy évvel, két évvel fiatalabb fiúk voltak többnyire, gimnazisták egytől egyig. Én nem jártam gimnáziumba előtte, bevalószínűleg egyszerűen nem volt lehetőségem, de az igénye sem merült fel részemről sem, és miután nem voltam jó tanuló a szüleim részéről sem. Volt egy szakmám, de nem volt érettségém, és ezek a fiúk egytől egyig gimnazista gyerekek voltak, és iszonyú hiányérzet támadt bennem a társaságukban, hogy belőlem valami hiányzik. Én nagyon kedveltem az ő társaságukat, és akkor kezdtem el magamtól tanulni. Akkor már tudtam, hogy miért. Így lettem kajakkenus, hát első rövid időszakban kajakos, később vagy rendben jött a lábam, kenus lettem, és én azt csináltam egész 27 éves koromig. A Tamás, az előbb a Vihman Tamást említettem, nagyon jó barátom a Tamás. Ő már csúszott ki, amikor mi aktív versenyzők voltunk, úgyhogy vele én már nem nagyon versenyeztem. Úgy versenyeztem, hogy ő még egy csapathajóba vetérdelt, és ott nézegettük, hogy ő volt az Isten. Az Isten, a császár, jött a császár, és valahol az is volt. Egy kicsit, hogyha előreugrok az időben, én azért is párhuzamot vonok közted és Vihman Tamás között, mert 1984-ben a moszkvai olimpián, amikor ő, hát nem esélyes volt, hát totális favorit volt. Szóval előtte azt hiszem, hogy 32-szeres magyar bajnok volt. Mondjuk biztos 10-szeres világbajnok volt, de nem is ez, hisz beszélgettünk róla egy fél órával ezelőtt. A Pacajkin nem tudta megverni, te mondtad, ugye? Akivel állandóan rivalizáltak, nem tudta megverni abban hát az nagy évben. Ellenfelei abban az évben elmenekültek az 1000 méteres és az 500 méteres távról, mert tudták, hogy ez azért olyan, hogy a Tamás nem lehet megverni. És akkor, amikor ott volt az olimpiai döntő, akkor ugye elindult, és amikor látta, hogy legfőjobb esetben harmadik lehet, akkor kievezett a partra. Valahogy így történt, azt hiszem. Ugye nem értettük először, abszolút, hogy mi van Tamás, a Vitrai közvetítette. Nem értette ő sem, hogy mi történhetett. Hát egy Vihman Tamás nem lehet harmadik, vagy megnyeri, és ezért mondom a párhuzamot közted is, hogy ezen az utolsó versenyen, hogy egy kicsit előrünk, vagy megnyered, vagy kievezel. Lehet, hogy ez azért túl sarkos, amit mondok, de erre majd még visszatérünk. Pici különbség azért van. Én tökéletesen értettem a Tamást annak idején, ott összeomlott a világ a Tamásban is, és az őt szerető tisztelőkben is összeomlott. És érdekes módon az ő nimbusza nem ingott ettől meg, tehát valahol mindenki értette, és egy nagyon-nagyon érdekes, de tiszteletet parancsoló érzést keltett ez, ami történt. Az, ami velem történt, az egészen más dolog volt. Én azért küzdöttem, én próbáltam szembeszállni a sorsommal. Na majd erre még visszatérünk, hogyha... Szóval én nem akartam egy ilyen elegáns varga betűvel visszakanyarodni a partra, hogy na itt van lám, én nem tudok nyerni, tehát nem kérem. Itt más volt a diktátum. Na, hogy tartsuk a kronológiát, aztán kajakos társaddal elindultál a föld körül a
Szent Jupáttal. Igen, Józsi barátommal. Talán picit jellemző is, ahogy mi tettük a dolgunkat, hogy együtt kajakoztunk, ő azért hagyta abba az aktív versenyzést, mert elkerült az egyetemre, a Műszaki Egyetemre. Én pedig oda igyekeztem a Műszaki Egyetemre abban az időben. A víz érdekelt akkor is, a vízgazdálkodási szakra szerettem volna jelentkezni, és a Józsi tanított engem. Matekra, fizikára ő tanított engem, rendkívül eredményesen hozzátartozik. Az, hogy nem vettek föl, nem az ő bűne, más volt ennek az oka. De följártam hozzá Budapestre, ő ott volt a kollégiumban, és együtt tanultunk. És egy nap lelkesen mentem, azért akkor már vitorláztam, 27 éves koromban abba hagytam a kajakkenut. Ennek egyszerűen az volt a magyarázata, hogy úgy éreztem, hogy ennél jobb nem lehetek, már nincs értelme tovább égetni. Közben tényleg voltál válogatott kerettag, ugye? Vagy... Nem. Voltam válogatott. Nem. Én eljutottam vidékbajnoki szintig, ami elég jó volt abban az időben, de bármennyire is... Ezt tudni kell, nem magam akarom magyarázni, de abban az időben volt olyan, hogy valaki világbajnokságot nyert, hazajött egy hét múlva magyar bajnokságon, nem került a 9-es döntőbe. Szóval rendkívül erős volt a mezőny, ma is a kajakkenu borzalmasan erős sportág, abban az időben is az volt. És annak ellenére, hogy tudtunk 500 méteren olyan időt, ami a világbajnoki idő mögött 2 másodperccel volt, tehát egy 2 perces távon belül 2 másodperc különbséggel Magyarországon nem lehetett bekerülni az első 15-be. És így a küszöbben voltam évekig, de nem lettem válogatott, és 27 éves koromban éreztem azt, hogy ennél jobb már nem leszek, tehát teljesen fölösleges napi 3 edzést vállalni, és az embernek az életét, pályáját, mindent erre rátenni, és akkor lettem vitorlázó. Először csak azzal a szándékkal, hogy most már ettől kezdve inkább a szakma érdekel, akkor már hajóépítő voltam, és csak örömből fogok sportolni. És ennek megfelelően a saját szakosztályomban, a vitorlázó klubban elkezdtem vitorlázni. Ott a Velencei tavon, föl alá, náttól nádig. Ez egy ilyen komoly tenger. És kaptam egy olyan hajót, ami akkor, mondjuk már volt egy olyan 14-15 éves, egy kicsit fiatalítok rajta, és olyan 100 kilóval nehezebb, mint a versenysúly. Ennek megfelelően, amikor elkezdtem versenyezni, nagyon lelkesen, akkor 5 futamban lettem időn túli. Ez nagyjából azt jelenti, hogy már felszedték a befutót, amikor én odaértem volna. És ezt én meguntam. Ezt meguntam, és úgy döntöttem, azon a télen, ez volt, meg nem mondom hányban, talán 79-ben, hogy építek magamnak egy hajót. Építek magamnak egy versenyhajót, és ezzel próbálom felvenni a versenyt azokkal a fiúkkal, akik akkor, ez 79-41 millió forint körüli értékű amerikai versenyhajókkal versenyeztek állami támogatásból. És hogy ne szaporítsam a szót, végül is 3-4 év alatt jutottam el odáig, hogy a saját építésű hajóma megvertem őket, és megnyertem a ranglistát. Lettem válogatott versenyző. Melyik hajóosztályban? Findingiben, egy személyes hajóosztályban, Findingiben versenyeztem. 83-ban nyertem a ranglistát, és vezettem az olimpiai válogatót, amikor bejelentették, hogy nem megyünk Los Angelesbe. És ez volt az a lökés nekem, amire azt mondtam, mert ez, most nem mondom, hogy mennyi energiát tettem a Findingibe, talán ki lehet ebből találni elég sokat. Szóval napi 15-16 óra munka volt ebbe. És hát mások döntötték el, hogy mit csináljunk, mit. Tehát gyakorlatilag évekig beletettünk mindent. Én a saját pénzemmel jártam külföldre versenyezni, a saját építési hajómmal, és valaki egyszer azt mondta, hogy ne menjek, mert ez nem helyes, nem leszek Amerikában biztonságban. És akkor úgy döntöttem, hogy engem ez az úgynevezett amatőr sport a büdös életben nem fog érdekelni, ezzel itt pont és vége. Akkor kiszálltam a hajóból, már abban az évben a bajnokságon sem indultam el. Tehát azzal nekem vége volt a Finding és az amatőr sportpályafutásnak. És akkor a Józsival, amit már korábban dédelgettünk, álmot, hogy körbe kéne vitorlázni a földet, akkor ez teljesen élesbe elindult. Ő kajakos volt, igazából, most is az. Azért kezdett el egy kölcsönhajóval findingizni, hogy valami alapja azért legyen erre az útra, mert azért tudni kell, hogy nagyjából honnét fúj a szél, a vitorlát hogy kezelje, és... Tehát inkább barátok voltatok, mint vitorlástársak, lehet mondani. Hát abszolút, abszolút. Végül is én sokat utaztam, versenyeztem tengeren is abban az időben már, de hát
nagyon jó barátok voltunk, és én a Józsiba maximálisan bíztam. Bíztam benne, mint ember, bíztam benne, mint sportember, bíztam benne, mint egy intelligens ember, aki pillanatok alatt meg fog tanulni mindent. És elindultunk, és tudtam, hogy ha én alkalmas vagyok, ő is alkalmas lesz erre. És majd tengeren megtanuljuk, ami aztán be is igazolódott rövid időn belül, és ugyanúgy mindent megtanult, mint ahogy én. Mert hát amikor elmentünk ezzel a hajóval tengerre, akkor egyformán nem tudtunk semmit. Úgy mentünk ki, megépítettünk egy hajót, nagyrészt a magunk 0 egész valamennyi tudásával. Mondjuk nem volt az ilyen egyszerű, amint hallottam, az a hajóépítés. Pár hajót megvettek előlete. Persze. Ez azért még jócskán az előző rendszer volt, tehát akkor a dolgok másképp működtek. Hát, amit a könyvben leírtam, hogy kinéztünk egy üres hajóját, amiből mi talán majd hajót tudunk varázsolni, elkezdtünk megszerezni valamilyen módon, meg akartuk venni, mire fölhívtuk a figyelmet másoknak is rá, hogy ott van, de gyorsan megvették előlünk. Akkor nem volt más választásunk, rendeltünk egy hajóját, többért, azt szépen megcsinálták, azt is elvitték az orrunk elől. Még végül sikerült elhozni a harmadikra megcsinált hajóját Agárdra, és ott magunk építettük meg. Nem akarom dicsérni a hajógyári szakembereket, akik akkor ezt csinálták, de bevallom őszintén, hogy egy olyan 3 hónap után mi többet tudtunk a hajóról, mint ők. Elemi kérdésekkel fordultunk vissza a hajógyári tervező szakemberekhez, konstruktőrökhez, és tényleg a mai eszemmel tudom, amikor már azért elég sokat tudok erről, hogy ők mennyire nem tudtak semmit. Szóval igazából abszolút nem tudtak semmit. A válasz általában az volt, hogy tudod, ez egy rendkívül bonyolult dolog, de neked el sem mondom, hogy hülye vagy, úgy se érted meg. Szóval ez a tipikus Schuster-mesternek a viccet talán ismerik, hogy a Schuster tanítja az inasokat elütni a faszöget. És ráüt az elsőre, nézzétek, így kell fiam csinálni, ráüt, eltörik. És mondja, hogy látjátok, így csináljátok ti. Másikat ráüt, eltörik. Hiába beszélek nektek. Csak így csináljátok. A harmadikra az is jelentők, olyan hülyék vagytok, meg sem mutatom. Ugyanez volt itt a tervezőkkel is, hogy egy idő után mondták, hogy olyan hülyék vagyunk, úgyse értjük meg, nem is próbálják elmagyarázni, és csak én egy évtizeddel később jöttem rá, hogy ők ebből az egészből semmit nem tudtak. Ezzel a nulla tudással indultunk neki, Józsival beültünk a kis Lada személygépjárművünkbe, betettünk egy IFA benzintankot hátulra, egy kombi volt, hogy üzemanyagunk is legyen, és ezzel az időzített bombával jártuk végig Nyugat-Európát, fölmentünk Kielbe oda, kikötőkbe megnéztük ott a hajókat, hogy egyáltalán hogy néz ki egy hajó, hogy mekkora árbot, hova teszik, mit csinálnak vele. És ilyen tanulmányút után álltunk neki megépíteni a Szentjupátot. Talán mondhatom azt, hogy a nagy része ennek egyfajta zsigeri őstehetségből csináltuk, meg úgy gondoltuk, hogy ez jó lesz. És ezt az idő igazoltát kibírta a tenger, úgyhogy jó lett. Egy kicsit nehezebb lett, egy kicsit otrombább lett, eleve a Balaton 31-es egy meglehetősen buta hajó, de hát amit ki lehetett hozni belőle, akkor azt kihoztuk, és egy erős, magabiztos hajót csináltunk belőle, amivel elindultunk az útra. Úgy indultunk el, hogy fogalmunk nem volt, hogy mikor érünk hova, és mi lesz ebből az egészből. Nem tudtuk, hogy bírjuk-e a tengert, hogy 3 nap után összeálljuk magunkat, és milyen betegek leszünk. Ami aztán úgy részben, hogy szépen sorja, minden meg is történt velünk, ami megtörténhet. De végül is a próbaút után már éreztük, hogy nagyon nagy baj nem lehet, a hajó szépen vitorlázik, óriási hibát nem követtünk el, kezdtünk magunkban is bírni, a kezdeti tengeri betegségeken túl voltunk, és hát az útra elindultunk és mentünk. Ami nagyjából úgy nézett ki mondjuk Gibraltártól, hogy kimentünk az óceánra, és akkor még az akkori tudásunk alapján adtunk magunknak 50% esélyt arra, hogy túléljük vagy odaérünk. Szóval, hogy odaérünk, vagy nem. És hát odaértünk. És közben, ahogy haladtunk, úgy tanultuk meg. Egyébként mindjárt figyelmébe ajánlom a Szent Jupát 700 napja című könyvet, egy rendkívül élvezetes olvasmány. Én fiatalabb koromban Hegedűs Norbert, azt hiszem így hívták ezt a hajós kapitányt, aki írta. Hegedűs Hubert, bocsánat, köszönöm szépen. Hegedűs Hubertnek a könyveit nagyon kedveltem. És az hasonlóan élvezetes stílusban jól írt könyv, ez a Szent Jupát, amit Van Andor írt. Ott rendkívül sok érdekes momentum, el kell olvasni a könyvet, nem gondolom, hogy ezt célszerű lenne most itt mind föleleveníteni. Egy dologra azonban kitérnék. Iroda az Indiai óceánon, amikor jártattok, a üvöltő 40-esek, ahogy írod a könyvben, tájéken ott ment alattatok akkor éppen ennek a Bok Challenge-nek a mezőnye.
megfordult akkor már a fejedben, hogy ez a Bok Challenge volt a vendéglónak az előzménye, jól mondom? Vagy? Előzménye, igen. Igen. Az is egy egyszemélyes földkerülő út volt, egy ilyenen te is indultál, ugye? Az még akkor Bok Challenge-nek hívták, amikor te indultál rajta. Igen. Na a kérdésem az, amikor a Szent Jupáttal ott voltak délre alattatok valamivel egy időben, akkor már megfordult a fejedben az, hogy ezt te is fogod csinálni? Hát akkor fordult meg először a fejemben, igen. Valahol megfogalmazás nélkül bennem mindig is mutaszkált. Igazából én szóló ember voltam világéletemben. Korábban Findingiben is, és ugye egyébként is. A Szent Jupát az úgy jött, hogy a nagy lehetetlenre egymást bátorítva, erősítve vállalkoztunk a Józsival, de utána engem már helyből előre megfogalmazás a szóló vitorlázás érdekelt volna jobban, de én nekem fogalma nem volt arról, hogy létezik egy földkerülő szóló verseny. Még akkor ott a Hornfok előtt, ez olyan egy héttel lehetett. Úgy hallottam először róluk, hogy mi minden nap a Santiago-i rádióállomással rádióztunk, időjárás jelentést kaptunk tőlük, és egyik nap mondta az operátor, hogy hát holnap, hogyha bejelentkeztek egy fél órával később, mert a versenyzőknek az időjárás jelentését olvassuk be, és hát ne zavarjuk egymást. És akkor visszakérdeztem, hogy milyen versenyzők. Mondta, hogy tőletek délre valamennyire pár száz mérföldre ott megy el a földkerülő szóló versenynek a mezőnye, és nekik mondanak időjárás jelentést. És ezzel nem értettem, mit beszél ez az ember. De később meg, és előkerestem néhány magazint, amit még Ausztráliából, Új-Zélandból hoztam magammal, és találtam cikkeket erről a versenyről. És akkor fogalmaztam be, attól kezdve minden nap behallgattam a rádióba, hallgattam, ahogy ők beszélgetnek, ahogy kommunikálnak Santiagoval, és hát lassan, de biztosan egy ilyen borzalmas erőt éreztem magamban, hogy nekem ezt csinálni kell. Abban az időben még nagyon keveset tudtam a versenyről, csak azt tudtam, hogy Newportból rajtolnak Amerikába, pár megállóval körbevitorlázzák a földet, hogy milyen hajóval, hogyan, mi kell hozzá, erről sejtelmem sem volt. És annyit tudtam még, hogy 40 és 60 láb méret közötti hajókkal lehet versenyezni. Azt gondoltam, ami logikus is volt, hogy handicap szorzós a verseny, tehát aki 40 lábos hajóval indul, az kap egy jóváírási időt, és úgy versenyez a 60 lábasok ellen, tehát van esélye arra is, hogy megverje őket, annak ellenére, hogy lassú. Tehát ennek megfelelően elkezdtem ott magamban a hajón 40 lábas hajót rajzolni, tervezni. Ez hozzátartozik, hogy talán az előbbiekből kiderült, hogy engem fogalmam nem volt, hogy kell egy hajót megtervezni. A Szent Jupátról, amit megtanultunk közben, annyit tudtunk. Közben azért foglalkoztam vele, tervezőket találkoztunk már Sydneyben, Új-Zélandban. Érdekelt borzalmasan dolog, mint hajóépítőt érdekelt a tervezés is. De hát igazából én nem nevezhettem magam tervezőnek, igen keveset tudtam róla. És elkezdtem rajzolni egy 40 lábas hajót. Az első az igen hasonlított még egy krumplira, sokkal inkább krumplira, mint hajóra. Azt összegyűrtem, kidobtam, és egy füzetet telerajzoltam, a végén már kezdett valamire hasonlítani, de az még mindig nem volt hajó. Most emlékszem vissza rá, hogy kikötöttünk Buenos Airesben, és ott találkoztam egy nagyon híres tervezővel, akinek nagy boldogan megmutattam a rajzaimat, és olyan nagyon buta arccal nézte a rajzaimat. Én mondtam, hogy földkerülő versenyre szeretnék menni, arra tervezek magamnak hajót, és hát lám. És nézte, és olyan udvariasan bólogatott. Most már értem, hogy miért. Megvannak egyébként ezek a rajzaim mai napig is. És ott Buenos Airesben derült ki, hogy a verseny nem handicap szorzós, hanem abszolút. Tehát aki 40 lábas hajóval, annak esélye sincs beleszólni a dologba. Hát arra, hogy egy 40 lábas versenyhajót megépítsen valaki olyan viszonyok között, mint Magyarországon volt, az esélye zéro. Az esélytelen nyugalmával elkezdtem egy 50 lábas hajót rajzolgatni ettől kezdve. Mondom, legalább a második kategóriában legyen esélyem ott lenni. És ugyanígy a teljes esélytelenség nyugalmával elkezdtem 60 lábas hajót rajzolgatni, amiről akkor tudtam, hogy nagyjából annyiba kerül a parlament. És hát rajzoltam. Hazajöttünk, befejeztük a Szent Jupát útját, itt volt nagy örömünnep. Engem már réges-régen nem ez érdekelt, megszállt az agyamat a 60 lábas hajó és a Biosi Challenge. Ahogy véget ért itt az első fölhajtás, én felszálltam az első repülőgépre és visszarepültem Sydneybe, és egy hónapig egy nagyon híres, a világ akkor leghíresebb és legismertebb tervezőjének az irodájában hajótervezést tanultam. Ez így nagyon jól hangzik, ugye? Ez a tanulás az úgy nézett ki, hogy itthon még
összeírtam egy olyan kockás spirálfüzetre való kérdést, és ezzel én elrepültem Sydneybe a Ben Lexenhez. Jó barátom volt a barátja, tehát egy ilyen közös ismeretség alapján bejutottam az irodájába, a Ben Lexennek mondtam, hogy hát volna néhány kérdésem, és elővettem a füzetet. Rendkívül jó humorú és segítőkész aranyos ember volt, és mondta, hogy kérdez. És számomra megdöbbentő volt az, hogy a kérdéseimnek a 90%-ára nem tudott válaszolni. Tényleg ez volt a legnagyobb élmény számomra, hogy ő nem az volt, ez a hülye vagy úgyse érted meg, hanem mondta sorba a kérdéseimre, amiket én felvetettem, hogy te, nem tudjuk, empirikus, csinálunk valamit, ha eltörik kevés, megerősítjük, ha jó, próbálunk visszaborotválni belőle. Meg egyébként is mondjuk a rétegelést, azt az SP System tervezi Amsterdamba, a másikat más tervezi, különböző mért. Szóval rájöttem, hogy ezek a tervezők messze nem tudnak mindent. Tehát nem, a leginkább, amit, a legfontosabb, amit tanultam tőle, az, hogy nincs szentírás a tervezésbe. Kell hozzá fantázia, kell hozzá azt hiszem egy jó adag tehetség, amit majd később megpróbálnék definiálni a tehetség fogalmát, hogy valaki félreértsen. És megtervez valamit, ami vagy jó, vagy nem jó, akkor tovább lép belőle, ezt csinálja mindenki. Csak van, aki már mondjuk generáció 100 év óta csinálja ezt, van, aki a semmibe beleugrik, és úgy indul el. Na én így indultam el, utána még elmentem Franciaországba, autóztam kis ladámmal két napot oda, Szabdalomba, van itt a vendégok rajta, a Philippe Janto az előző versenynek a győztesének a hajója volt kivéve. Csináltam róla három fényképet és autóztam vissza, ott voltam két órát. Ez volt az összes. És ezek után én megterveztem az Alba Régiát, amit megépítettünk másfél év alatt, és elindultam vele a Biosi Challenge-en, és 11-ként befejeztem a versenyt. Ennyi a történet, ez az első verseny, és én igen nagyon sokat tanultam ez alatt a verseny alatt. A saját hajómról, önmagamról, hajótervezésről, unblock és a szólóvitorlázásról. És a legnagyobb tanulság az volt, hogy a Szent Jupát útja után én azt gondoltam, hogy én, ha minden nem is, de majdnem mindent tudok a tengerről. Bebizonyosodott, hogy aki egy 31 lábas hajóval megy, annak a tapasztalat és szinte semmire nem használható. Ez volt a Szent Jupát. Ez a Szent Jupát. Szinte semmire nem lehet használni egy 60 lábas versenyhajón. Egészen más világ, más a sebesség, másképp viselkedik minden más. Ettől egész más tengeren hajózik az ember egy másik hajóval, egy gyors hajóval, egy nagyobb hajóval, minden más. Szóval rá kellett jöjjön kezden az úton, hogy a korábbi tapasztalataim szinte semmire nem jók. A navigációs tapasztalataimat tudtam használni, de a hajónak a megvitorlázása, a viselkedés, az én viselkedésem minden más volt. Na most ez a verseny, amin 11. lettél, ez megállás nélküli föld körüli út volt, ez a Bob Challenge? Nem, ott még megálltunk. A Bob Challenge indult Amerikából, Newportból. Megálltunk Fokvárosban, az volt az első szakasz. Fokváros-Sydney volt a második szakasz. Sydney, Honfok után Punta del Este, Uruguayban az a harmadik, és onnét vissza Newportból a negyedik szakasz. Ez egy 4 szakaszos verseny. Ez volt 90-91-ben. Utána következett tulajdonképpen az első Vendée Globe, ugye? Ennek a két Biosi Challenge-nek a győztese Philippe Janto, egy sörmámoros fokvárosi beszélgetés következménye. Ugyanis volt egy-két nagy rivális a szólóvitorlázásban, én voltam. A Philippe Janto, aki megnyerte ezt a két első versenyt, egyébként egy brilliáns pali, és a Bertie Reed egy dél-afrikai, aki szintén egy brilliáns pali, emberként és vitorlázóként is. És ezek pár sör után elkezdtek azon vitatkozni, hogy a Philippe Janto mivel jobb nála, a Bertie-nél. És a Bertie mondta, hogy tulajdonképpen azzal vagy jobb, hogy rövid szakaszokat megyünk, mert hogyha hosszabbakat mennénk, akkor én jobb lennék nálad, én a hosszú távú terlelést jobban bírom. És hogyha egy non-stop versenyt csinálna valaki, mint ahogy az lehetetlen sajnos, akkor én biztos megvernélek téged. Ezen a Philippe Janto végül is most indulatból, vagy kíváncsiságból, vagy szakmai érdeklődés, vagy miért, de úgy döntött, mondta neki, hogy rendben van, csinálunk egy ilyen versenyt. És megmutatod. És hogy nehogy megvádolják, hogy csak fölöslegesen beszél, hazament és megszervezte az első Vendée Globe-ot. Ami nem indultak mind a ketten, és egyikőjük se nyerte meg. Azon az érdekes. A Bertie be se tudta fejezni, a Philippe Janto befejezte negyedikként. Úgyhogy ez egy egészen más buli megint. Egyébként ezzel véget is ért ez a Bob Challenge?
Nem, nem, most is van, jövőre lesz a következő. Azóta változott egy-két dolog, mert hát végül is a mai világban nem csak mi nálunk változnak a dolgok, Amerikában is és mindenhol. A verseny rajt színhelye az nem Newport, most már nem Charleston, Dél-Karolinában. És most nem Sydneyben fog megállni, hanem Hobartban, Tasmaniában. És nem Bob Challenge-nek hívják, hanem Around the Lawn-nak hívják. A szponzor megváltozott. De egyébként a verseny ugyanaz, a rendezők ugyanazok, a szabályok nagyrészt ugyanazok. És a lelkesedés is ugyanaz. Na és akkor hogy jutott neked tudomásodra ez a Vendée Globe, hogy ez a két francia úrat versengeni akar, amiben neked is be kéne szállnod? Én akkor még az Albarégát építettem a Bob Challenge-re, amikor jött a hír, hogy ezt a versenyt szervezik. Az első Vendée Globe-ot szervezte már a Zsantó. Ő, mint versenyző, maga szervezte, és újságból, ismerősöktől jött a hír, hogy egy non-stop versenyt szerveznek. És én abban a pillanatban, talán már sejtik, hogy mit fogok mondani, nagyon megszerettem ezt a versenyt, éreztem, hogy ezt nekem meg kell csinálni majd előbb vagy utóbb, de az elsőre már semmiket nem érhettem oda, nem tudtam volna hajómat befejezni rá, tehát ezt kíváncsi szemléltem, hogy mi történik, elmentem a rajtra, megnéztem a hajókat, hajósokat, nagyon sokat lehetett tanulni ebből, egyrészt amit láttam, és utána figyelemmel kísérni, hogy mi történik ezekkel a hajókkal, melyik újítás hogy jön be, mivel mit lehet csinálni. És próbáltam már beépíteni, amennyire még lehetett a hajómba. Az, hogy mit tudtam ebből a hajóból kihozni, ezt nem is annyira az ötletek vagy a tudás határozta meg, az anyagi lehetőség. Végül is én akkor egy olyan egyhuszados költségvetésre dolgoztam, tehát a huszad a pénz állt rendelkezésemre, mint egy hajó, amibe került volna. Ez nagyjából azt jelenti, hogy volt pénzem megvenni az epoxit, a kis magyar tolnai üvegszövetet, ami teljességgel alkalmatlan erre, hogy buszmegállót jót lehet csinálni, de hajót nem annyira. És némi dolgok, iszonyú munkával, lelkesedéssel pótoltuk az anyagi és az egyéb hiányokat. Az anyagit pénzben is értem, és anyagban is értem. Magyarországon nem lehetett föllelni egy rendes anyagot. Mikor a Szent Jupátot építettük, mi akkor Kelet-Berlinbe jártunk a Józsiba, sárgarész csavarért, lehet ott képzelni. Nem rozsdamentes acél, hát a rozsdamentes acélról itt nem is hallottak még. De sárgarész csavarért elmentünk Kelet-Berlinbe, lehetett kapni, ott Köpenikben valami vitorlázó üzletben, ott lehetett egyedül jót kapni. Elmentünk a Józsiba, bementünk, nagy lesen, hogy kell nekünk 2000 darab csavar, mondták, hogy 15 darabot adnak. Mert hogy egy ember csak annyit vásárolhat, ez az ott a piacgazdaság volt még Kelet-Németországban. 15 darab, és a Józsiba két napig kibejártunk, felváltunk. És megvásároltuk a sárgarész csavar, de ebből csináltuk. Ennek megfelelően, amikor az Albarégát építettem, majdnem ugyanez volt a kínálat. Ahhoz, hogy lehessen, akkor már megtehettem azt, hogy kimentem és Münchenben vásároltam rozsdamentes csavar, de hát ilyen módon lehetett összeszedni a dolgokat. Ne haragudj, de még előbb meg akartam már kérdezni, amikor ezek az első Bob Challenge-en elindultál, ezek a tengerjáró franciák, ezek még nem kaptak röhögő görcsöt, hogy egy magyar is jelentkezik egy ilyen versenyben. Viszont mégis nem az, hogy nincs tengerünk, erre mondta egyébként egy ragyogót az előbb éppen, hogy nincs tengerünk, ugye? Igen. De még lehet, azt mondtad nekünk. Mondtam, hogy volt is, mert még majd meglátjuk. Szó szerint. Néztek rám, és ha pontosan akarnék fogalmazni, egy ilyen kíváncsisággal, érdeklődéssel, vagy egyes hülyén nézés volt ez az ő részükről is, és az amerikaiak részéről is. Ez úgy fogalmazódott meg ott a sajtótájékoztatón, egy újságíró fölállt és megkérdezte tőlem, hogy Faur, mondja meg nekünk, hogy egy országból jön maga, ami a vasfüggönyön túl van, semmi köze a tengerhez nincs. Nem gondoljuk, hogy maguknak olyan nagyon előre haladott hajózási kultúrájuk lenne, viszont a hajóján nagyon komoly high-tech látszik, hogy ezt hogy lehet egyeztetni. Mondtam, hogy köszönöm szépen a dicséretet, fogalmam nincs, hogy néz ki egy high-tech hajó. Nekem az volt az érzésem, hogy ez egy jó hajó. Rajzoltam vonalakat, úgy gondoltam, hogy matematikailag össze kell jönni a dolog, megépítettük, itt van, tessék, ha ez high-tech, akkor nyugodtan be lehet menni, végig lehet, hogy a japánok bementek, és végig fényképeztek mindent a világon. És nem csak a japánok, a franciák. Japán nem indul ezeken a versenyeken? Akkor még indultak. A Bob Challenge-en kétszer is. A Vendée Globe-on még nem próbáltak. Hallottam többször is, hogy próbálkoztak volna, de
de végül is egyik se jutott el odáig. Egyáltalán milyen nációból tevődik össze ez a csapat, akik elindultak? A legutóbb, mint 16-an voltatok, ha jól emlékszem. Az indulók azok meglehetősen széles körből verbúválódtak, a befejezők azok már meglehetősen szűk. Ausztrál, új-zélandi, amerikai, dél-amerikai, észak-amerikai, skandináv, angol, spanyol, olasz, holland, belga, lehet sorolni még finn. Ez tizenvalahány nemzet volt érdekelt, úgy a Bok Challenge-ben, mint a Vandéglóban. Úgynevezett kelet-európai? Soha, mai napig sem még senki. Én egyszer Charlestonba belebotlottam egy orosz fiatalemberbe valahonnét, és egy, bocsánat, hogy oroszt mondok, azt hiszem, hogy litván volt, Tallinnból, aki ott sertepertét a rendezők között, hogy ő majd megpróbál egy hajót építeni, de amerikai szponzort keresett, hát nevetséges volt szegény. Hát na, azóta se jelent meg senkit abból a világból. Sok mindent próbáltak már az oroszok. A Forma 1-be is be akartak szállni, az Amerika kupába is be akartak szállni. A Whitbread-be beszálltak egyszer, és... Az mi? Az a teljes legénységű hajóknak a földkerülő versenye. Nem tudtak odaérni soha. Ez még úgy sem ment, hogy a pártállamiság idején támogatták őket. Ez már profizmus, itt tényleg a high-tech számított, és valahol a szólóvitorlázás, ott nagyon sok múlik azon az egy emberen. A dicséret nélkül tényleg meglehetősen komplex hajózási tudás kell hozzá, és nem jött még össze. Tehát a nemzetekről csak annyit, hogy nagyon sokan jelentkeztek, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy magáért beszél az, hogy a 92-93-as Vandéglóban én voltam az első nem francia, aki teljesítette a versenyt. Tehát előtte a franciákon kívül senki se tudta befejezni. Ez meglepő, hiszen azért a franciákat nem úgy ismerik, mint tengeri nemzet. Tehát ugye az angolok uralták a világ tengereit évszázadokon keresztül. Ez volt a látszat. Igen? Ne. Ők próbálták elhitetni magukról Cook kapitány óta, hogy a tenger urai. Erről szó nincs ma. Nagyon nehezen élik ezt meg, mert ugyanakkor a szabályzókat nagyrészt ők hozzák, versenyeket rendeztek, a Chichester is angol volt. Ebben a körben ők még jók voltak, de amikor versenyre fordult a dolog, amerikaiak kezdeményezték magát a versenyt, és mindjárt az első verseny óta a franciák vittek el minden pálmát. Ők ráálltak erre és versenyezik benne, de ennek megvan a maga magyarázata. Az egyik magyarázata az, hogy borzalmasan erős szakmai és anyagi támogatás van mögötte. Erős hajós ipar van mögötte, egy hajós kultúra van mögötte, és egy olyan vitorlázó iskola van mögötte, ami a legjobb a világon. Tehát egész kisgyerekkoruk volt ezek a versenyzők, profi hajóba szállnak, támogatják őket, és jutnak föl automatikusan a nagy hajókig. Sehol a világon nincs még egy ilyen verseny létre, amiben föl lehet jutni a nagy hajókba, a profi hajókba, és minden, egy 10-20 éves gyerek már mindent tud, amit ehhez tudni kell. És van idejük, van hatalmas szakmai értéke van, hogy mit nem mondjak, a különböző versenyeknek a győztese, úgy Zsantó, mint Alain Gauthier, Christophe Hogan, ez mind megkapta a becsületrendet Franciaországban. Apropó, te is megkaptad egyébként idehaza, ugye? Ennek meg. Én nem tudom, hogy minek hívják, amit én kaptam. Valamihez hasonló azért. Kaptam egy kitüntetést a harmadik út után, igen. Uh-huh. Tiszti keresztnek hívják. Igen. No, még azt akartam, befejezni ezzel, hogy ennek a kultúrája sokkal erősebb gyökereken és sokkal szélesebb vitorlázó társadalmon alakult. Még mindenhol Angliában itt ott a szóló vitorlázásnak csak ilyen egyke kezdeményezői voltak, és nem volt mögötte bázis. Ennyivel jobbak, és ezt az erőjüket tartják most is. Uh-huh. Mondod, hogy ehhez a Vandéglóbhoz, illetve a Bok Challenge-hez kellett a high-tech, azért kellett más is, szóval azért kellett az ember. Nándi, hogy kell felkészülni egy ilyen? Én olvastam valahol azt, hogy olyan hihetetlenül széles skálán mozog a felkészülés, hogy volt egy versenyző társatok, aki a verseny közben leharapta a saját nyelvét, ugye? Igen. És saját magának visszavarta az óceánon. Tehát ez azt jelenti, hogy valami olyan az orvostudományokban saját maga gyógyításában. Te például mit tanultál meg ebből? És te is visszavartad volna magadnak? Na most, hogyha úgy akartam volna elindulni egy földkerülő vitorlázó útra, akár versenyre, akár csak útra, hogy olyan szintig meg akarnék mindent tanulni, hogy történetesen nekem vakbelem van, ki tudjam venni, ha leharapom a nyelven, vissza tudjam varni, de ezt mind gyakorlom.
sose indul el az ember. Hát, ha biztonságra akar menni, mindent meg akar tanulni, sose indul el. Volt egy alap, amit azért meg kellett tanulni, amikor mi a Szent Jupáttal el akartunk indulni, azért a meteorológiából, nyelvből, parthajózás, csillagnavigáció, térképismeret, orvostudományokból alapok, tehát szanitéci szinten alapok. Nekem az abban volt szerencsém, hogy jó jött, hogy én hajóépítő voltam szakmámra nézve, és a tervezés régóta érdekel. Tehát ilyen módon párosult sok minden, de úgy senki nem indul el, a franciák se indulnak el, hogy mindent tudnak. Amit én legfontosabbnak tartok itt, hogy legyen az embernek egy nagyon jó fizikai felkészültsége, tehát egy valamilyen fizikai kondíció nélkül nem érdemes elindulni, mert nem felel meg a feladatnak, tehát azért fizikailag meg kell dolgokat tudni valósítani. Ennél talán még egy hányaddal fontosabb az, hogy fejben milyen erős, hogy ott mennyire edzett. Én azt gondolom, hogy ezt nem is lehet nagyon képezni. Ez vagy van születési adottságként, vagy nincs. Ha van, akkor azt tovább lehet fejleszteni, nincs, akkor teljesen mit csinál az ember, alkalmatlan marad. És amikor úgy többé-kevésbé összeáll a kép, akkor ellöki a partot. És hogyha nem hal meg, akkor tovább tud fejlődni, és lassan, de biztosan megtanul dolgokat. És könnyen lehet, hogy én is három kör után még mindig abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 6000 olyan szituációban nem kerültem bele, amit nem tudtam volna megoldani. Nagy valószínűséggel. Voltak nehéz esetek? Például most így az egészségügyi probléma. Volt olyan akár a Szent Jupáton, amikor azt mondtátok, hogy rádión kellett hívni az orvost, vagy? Nekem egészségügyileg hiába hívom rádión az orvost. Jó vicc. A következő, a legközelebbi part annyira van néha az embert, hogy Moszkva oda-vissza kétszer. És akkor följön az orvost, akkor mi van? Mondja, hogy szorítsd össze fogad. Ez most is igaz, annak ellenére, hogy ma már azért sokkal profibb, mert telexen kommunikálunk, és olyan előkészített anyagot és egészségügyi csomagot kapunk, amit kódszámokból meg lehet társalogni, és megértjük egymást. Tehát amikor a Bertrand de Brock leharapta a saját nyelvét, akkor mondták neki, hogy 72-43-15, és akkor tudta, mit kell csinálni. Felővett a tükröt, tűnt cérnát, és összevart a nyelvét. Szóval ez most így humorosan hangzik, de tényleg kódszámokban beszélgetünk egymással, ki van fejlesztve egy ilyen kódnyelv. Én számokban közlöm a rendezőséggel, hogy mi bajom van. Van egy könyv, ott be van kódolva minden probléma, minden szimptom, ami történhet elvileg velünk. Egyébként általában más történik, föl van 200 sorolva, és a 201. történik meg, tehát gyakorlatilag nyelvharapás nem szerepel ebben. És utána az orvos elképzeli, hogy mi a másik könyv alapján, ahol orvosságok és annak felhasználása, valamint ilyen traumatológiai beavatkozásra megvan adva, hogy mit kell csinálni, ugyanúgy kódszámokban. Hát nincs idő és lehetőség, nincs kapacitás arra, hogy órákig beszélgessen valaki, csillagos eget elbeszélgetni, ez mint a $600 egy ilyen beszélgetés mi oldalon keresztül. Tehát elmondja azt a néhány számot, és ettől kezdve a versenyző előveszi a tükröt, és vagy összevarja a nyelvét, vagy kiköpi egy, nincs más választás. Úgyhogy nekem a legsúlyosabb egészségügyi problémám az volt, a derekammal van nekem bajom. Egyrészt kopott, másrészt kopott, meg még... Szóval érzékeny a hidegre, és mielőtt elindultam volna a Bog Challenge-re, nekünk mindig kvalifálni kell magunkat, tehát van egy olyan előző teljesítési szint, amit meg kell ahhoz tenni, hogy elfogadják a nevezését. Ez esetünkben egy transzóceáni vitorlázó út, klasszikus navigációval. Tehát nekünk úgy kell ezt a Európa-Amerika távot levitorlázni adott esetben, vagy másoknak Amerika-Európát, hogy közben szextánssal és klasszikus módon távolázatokkal hajózik, hogy egyrészt igazolja, hogy ő ehhez ért, másrészt, hogyha verseny során az elektronika meghívásodik, azért kitaláljon a partra. Elindultam volna Gibraltárból erre, egyrészt nekem ez a kvalifikációm lett volna, másrészt át kellett menni a rajt helyszínére, és én az indulás napján még olyan beteg voltam, két hete már nem tudtam egyenesen járni, ott végigjártuk az orvosokat, Gibraltárban, csak gazdagítottam őket. Befeküdtem az egyik orvoshoz ott a kikötőbe, nyomott kettőt a derekamon, mondta, hogy nem tudja, mi a bajom, 40 font. Ettől kezdve úgy gondoltam, hogy most már nem is annyira érdekel. És amikor elindultam, a segítő társaim
családtagjaim hazajöttek, én elindultam úgy, hogy alig tudtam mozogni, és fogalmam nem volt. Először indultam el így szólóban egy ekkora hajóval ki az óceánra, és nem tudtam, mi bajom van. Ezt akkor alig mertem megmondani valakinek is, alig tudtam mozogni, kimentem, főúztam egy biztonsági méretű vitorlát, hogyha bármi történik, azért ne feküdjek el mindjárt. És úgy hajóztam ki, és mentem ott egy hétig, hogy még mindig fájt, alig tudtam mozogni, nem tudtam, mi bajom van. Átértem végül, jobban lettem, rendben lett minden, két hét után egész jó voltam, áttértem, minden rendben volt, elmentem Newportba egy orvoshoz, a verseny rendezőség, szóval ez a rendezésnek az abszolút profizmusához tartozik, ott végtelenül aranyos segítőkész embereket találkoztam Amerikában, én borzalmasan megszerettem őket. Tehát bennünket úgy vártak, hogy volt egy család minden versenyzőnek, aki befogadta az otthonába, aki etette, itatta, hordta városnézésre, segítette, vitte neki az élelmiszert, és mindent megtett neki, amit kellett. Volt a versenyrendezőségnek egy szállodája, ahova bejárhattunk a fitnessterembe, úszodába, bárhova felkészülni, és volt egy orvos, több orvos volt, amilyen probléma volt, ahhoz lehet, aki ingyen és bérmentve nekünk. Elmentem egy urológushoz, aki megállapította, hogy volt egy akut, mit tudom én, prostatagyulladásom, vesegyulladásom, lumbágó, meg még mit tudom, kb. 6 tételből tevődött össze. Hát ezért azért hiába beszélgettem, hogy gyógyszereket nem gyógyult meg, lehet, hogy egyre hatott, a másik öt még fájt. De végül is orvosság nélkül jól elmúlt, ez volt a legjobb. Ettől kezdve én egyrészt ismertem magam eléggé, másrészt borzalmasan vigyáztam arra, hogy ne fázzak meg. Ami talán így furcsa dolog, de lehet a tengeren erre vigyázni, és mégis csak egyszer megfáztam, de szerencsére orvosi segítség nélkül meg tudtam gyógyítani, az egyenlítően 50 fokos melegbe fáztam meg. Lenn a déli óceánban két hónapig fűtés nélkül voltam a hajóban, és 0 fok körüli átlag hőmérséklet, az jelenti azt, hogy valamikor éjszaka mínusz 15 fok, van napközben meg 5, ilyen körül, soha nem fáztam meg, semmi olyan nem volt. Öltöztem, a szervezetem hozzászokott a hideghez, nem is fáztam egy idő után, a lábam azt térdig nem éreztem, az azért nem fázott, följebb meg hozzászoktam az időt. Amikor megfáztam az egyenlítőn, melegen volt, egy fürdőnadrágban megizzadtam, megfújt a szél, 50 fokos szél így rám fújt, és megfáztam, és úgy maradtam, mint a gipsz megállt. Ez volt ezen kívül nekem, hál' Istennek, egészségügyi probléma nem volt. Én azt gondolom, az egyik legsúlyosabb probléma ez, és ez nem vakbélgyulladás, mert voltak hajósok korábban, akik elmentek az orvoshoz, és kiszedették a vakbelüket. Én beszélgettem orvosokkal, és mondták, hogy sokkal több esélyem van arra, hogy az altatásba belehaljak, mint az, hogy én kint ott vakbélgyulladást kapjak. Engem mindjárt le is beszélt, úgyhogy nem mentem. De egyik versenytársam a Bok Challenge-en, az, hogy a fiú learabta a nyelvét, ez egy, azt gondolom, ilyen hollywoodi show. Ami az angol fiúval történt, az ennél egy sokkal súlyosabb dolog. Ezt úgy képzeljék el, amit én azóta se értek meg, pedig sok mindent megéltem. Valami olyan hihetetlen teljesítmény mai napig is számomra. A fiú éjszaka fölborult a hajója, álmában aludt, kirepült a hajójából, egy olyan 4 méteres röppályán megérkezett a hajó másik oldalába, összetörte kezét, lábát. És ez volt olyan 50 csomós szélben, közel 100 kilométeres szélben, 10 méter körüli hullámzás. Ausztráliát, a Tasmániától akkor még olyan 2 hét járóföldre. És a rádión első 1-2 nap még úgy kaptunk tőle híreket, mondta, hogy jól vagyok, mondta a rádióban. És mi elhittük neki, hogy jól van, bár tudtuk a rendezőségtől, hogy baj van vele, valami nem stimmel, borzalmas fájdalmai van. És mondta, hogy ő rögbi játékos volt korábban, neki már sokszor tört el bordája, ő tudja, hogy el vannak törve a bordája, úgy számolja, hogy 6. De miután nagyon jól bírja a fájdalmat, ő tovább megy a verseny, aztán majd meggyógyul ez úgy közben, és kész. Csak az a baj, hogy sokáig nem tudtuk, évekkel később mesélte el, tudtuk meg, amikor találkoztunk, én legalábbis, amikor találkoztunk, hogy olyan fájdalmai voltak, hogy a fájdalomcsillapítókat egészen addig a nagyon súlyos morfium szintű kábítószerig, amit vittünk magunkkal, azért fontos volt, hogy ilyen szintű fájdalomcsillapító legyen velünk. Ő megevett mindent, és a végén ennek ellenére olyan szintre jutott, hogy a fedélzeten két mozdulat között elájult. Akkor fölébredt, megint csinált valamit, megint elájult. Így ért el Tasmániáig, akkor már kimentek elé egy 100 mérföldre,
bevitték a kórházba, motorosra, helikopterrel, minden, és mondták, hogy 3 órával később érkezik, meghal. Jól számolt, a 6 bordája volt eltörve, csak 2 átszúrt a tüdejét, ezt nem számolta hozzá. Most én azt nem fogom megérteni soha életemben, egy ember 6 törött bordával, átszúrt tüdővel, 2 hétig vitorlázik olyan körülmények között, amit normálisan ember ki se bír. És ő kijött, és életben maradt. Ez a nagy teljesítmény. Szerencsére én ezt még nem próbáltam. Na, és hát a nagy farban, amivel elő akarok hozakodni, ez a legutóbbi versenyem. Ugye megépítetted a Budapestet. Egy évig figyelemmel kísértük a hajóépítést, a hajószentelést közvetítette a televízió. Tudtuk azt, hogy nem tört el a Demszkinek a pezsgős üvege. 2-szer vágta neki a hajó oldalának, még akkor se tört el. Ez a pezsgővel nincs szerencséje ennek az országnak. Emlékszel, az első Forma 1-es futamon nem tudták kinyitni, a Senna nyerte, azt mondom, hogy a Prost, és nem tudták kinyitni. A magyar pezsgőket nem is egyszerű. Ez nem a Forma 1-esek bűnök. De még nem ezzel kezdődött, ha jól emlékszem, és az úgy volt, hogy az árbócod nem érkezett meg. Ugye csődbe ment a vállalat, aki az árbócodat csinálta volna. Szóval ez nem sok jó ómen volt már itt. Volt egy idő, nekem nagyon jól ment minden, igazából én hozzá se akartam ez a versenyhez kezdeni annak idején. Úgy latolgattam, hogy mit kéne csinálni. Végül is teljesítettem mindent, amit lehetett, kivéve a nyerést. De hát én már akkor sem tulajdítottam olyan nagyon nagy jelentőséget a nyerésnek, de mégiscsak úgy bizgette a fantáziámat. Én sportember vagyok, versenyző, tehát a nyerés az... Én azt gondoltam, hogy az én szakmámban a világnak az a teteje, akkor mondhatja valaki, hogy fölért a csúcsra, és profi világban ez egyáltalán nem egyszerű, hogyha ezt a versenyt megnyeri. És én azt gondoltam magamról, hogy ennyi tapasztalattal és fizikailag még a csúcsponton, tudással, tapasztalattal én meg tudom verni franciát. Ezt határozottan éreztem magamban, de ehhez kell egy új hajó. Annak a hajón az Alba Régia, ami később Kávang Matám lett, azt a hajót nem lehetett volna felújítani olyanra, hogy az jó legyen, annak tervezési hibái voltak. Az iránystabilitás, most szakmai kérdésekben nem akarok belemenni, iránystabilitási problémái voltak, ami normálisan egy hajónál nem probléma, és nem csak az én hajómnál probléma, rendkívül nehéz megoldani azt, hogy 15 méteres hullámok között, hogyha mondjuk 40 kilométeres sebességgel siklásban megy egy hajó, és egy hullámban megbillen, hogy ne veszítse el az irányát valamilyen irányba. Ezt hívják iránystabilitásnak, és az én hajóm az átlagnál, az akkor ismert átlagnál már rosszabb volt. Tehát ezt évről évre fejlesztették, főleg az új hajóknál, ahol már könnyű siklóhajókat építettek, ezt nagyon tudták javítani, és ez volt a fő cél. Gyakorlatilag korábban nem sok olyan versenyt rendeztek, ami a déli óceánokon ment hosszú ideig, tehát nem volt ennyire cél ez, hogy nagy hullámok között. Tehát ez volt a cél, és úgy éreztem, hogy egy ilyen hajóm lenne, ami ezt tudná, akkor én ezt a versenynek tudnám nyerni. Hazaérkeztem a versenyről, és a főszponzoraim nekem szegezték a kérdést, hogy hogyan tovább. Mondtam nekik, hogy hát ez egy jó kérdés, vagy leteszem a lantot, és magánemberként, vállalkozóként élek tovább, mint bárki más, és vége, vagy a másik eset, hogyha a családom is hozzájárul, első alkalom volt, hogy megkérdeztem a családomat, akkor már az öregség biztos jelen. Mert időközben megnőttél. Közben keletkezett egy családom, igen. És akkor úgy éreztem, hogy meg kell őket kérdeznem, hogy mit vállalnak, és ők azt mondták, hogy vállalják. Ha nekem ez fontos, akkor ők vállalják. Én akkor még nem is nagyon értettem, nem éreztem, hogy ez mekkora áldozat a részükre, ez csak sokkal később, amikor nem mentem, és itthon voltam, itthonról éltem meg a többieket, akkor jöttem rá, hogy ez mekkora áldozat. Akkor még nem tudtam, de a család vállalta, menjél, csináld. Ezek után azt mondtam a szponzoroknak, hogy ha azt a költségvetést össze tudjuk tenni, azt a minimális, de optimális, tehát a hazai viszonyok között optimális költségvetést, amivel ezt az új hajót meg lehet építeni, akkor vállalom, és nekiugrok megint. Akkor nagyon lelkesen mind a két szponzor azt mondta, hogy rendben van, Nándor, álljon neki, dolgozzon, finanszírozzuk, jó üzlet volt. Ez nekik nagyon jó üzlet volt, hogyha most nem megyek ebbe bele, hogy a hirdetési és az arculatteremtési világban mi a üzlet, mi a nem üzlet. Ez az volt, ezt én is tudom, mindenki tudta. És nagyon olcsón kapták. Tehát ők vállalták a költségvetést. Elkezdtem dolgozni, egy éve dolgoztam már a hajó, visszaút nem volt, be lett jelentve, szerződést megkötöttem a kereskedelmi és hitelbankkal, ők
teljesen becsületesen átutalták az összeget. Egy hibátlan 8 éves kapcsolatom volt, és van velük még mindig. Egy éves munka után a Matár bejelentette, hogy ők mégse. És akkor ott álltam egy 50%-os költségvetéssel, el volt a kocka vetve, nem volt visszaút, viszont ugyanott jártam, mint az előző versenyeken, hogy erősen kompromisszum. Tehát le kell adni valamit, le kell adni, hát kemény pénzek hiányoznak. És ezt a költségvetési hiány nem is tudtuk teljesen pótolni. Végül is egy olyan 70%-os költségvetéssel jött össze minden, ami igazából abban jelentkezett, hogy csúsztam az időben. Nagyon sok mindent nekünk kellett megcsinálni saját kezüleg, amit megvehettem volna, és fölgyorsíthattuk volna az egész projektet. De nem lehetett ezt megtennem ennek megfelelően. Még akkor sem nagyon biztos, hogy meg tudtam volna tenni, ha összejön az összes pénz, mert közben nagyon földrágult minden, a forint veszítette az értékét, és ez egy 4 éves program volt. Hogy kérdezem, hogy közvetlenül mennyi volt ez az összeg, ami kellett volna? Eredetileg 100 millió forint volt a költségvetés, ez 1 millió dollár, ez az akkori nemzetközi költségvetésnek ugye negyede. Az a többiekhez, mint az Yves Parlier, Christophe Hogan, vagy az Isabelle Autissier-nek a negyede átlagban. De ez a minimum elég lett volna ahhoz, hogy meg lehessen ezt nyerő eséllyel csinálni. Nem biztos nyerő eséllyel. És ennek egy jelentős része nem jött meg, ezt próbáltuk voltani, tehát időben már csúsztunk. Nekem egyrészt meggyőződésem volt, másrészt talán nyilatkoztam is, sőt biztos, hogy nyilatkoztam, hogy ha valaki nyerni akar ezen a versenyen, akkor egy évvel a rajt előtt már vitorláznia kell. Tehát szüksége van egy év vitorlázásra, sőt versenyzésre, hogy a hajóját föl tudja tuningolni, kijöjjenek a problémák, megtanulja, vakon oda nyúljon, ahova kell, és a hajó úgy viselkedjen, ahogy az elvárható. Ki tudja hozni belőle, amit ki kell hozni. Veszítettem körülbelül fél évet ezzel, és utána történt az, hogy az árboc készítő tönkrement. Ez egy nagyon furcsa történet volt, árboc készítőtől én egy évvel előtte megrendeltem az árbocot, és akkori pénzügyi okok miatt nekem az volt a taktikus, ha előre kifizetem. Egy olyan cég volt, akiben én maximálisan bíztam szakmailag, emberileg, anyagilag, mindenhogyan kimertem fizetni előre. És mondták, hogy persze, kész van, amikor mondod, akkor fejezzük be, hogy közben ne vagy sérülés érje, majd meg vonatra tesszük, megy. Mi leszállítottuk a készhajót Koperbe, ott álltunk a parton, meghirdettük a névadó ceremóniát, mindent, politikusok már beítatták a programjukba, és hát vártuk az árbolcot, árbolc sehol. Hívtam nap, de hát vonatom van, utom van, hát nem értik, hogy miért nem. Hát végig jártunk a világon, mindenkit hűítettünk ott Olaszországba, Trieste-be, oda jött volna az árbolc, hogy nem igaz, hát itt van állítólag Olaszországban, még az, hogy nem találják, hogy hol az árbolc, nem tudták, hol van. Annyira elment az idő, hogy le kellett mondani a vízretételt, a névadó ceremóniát, mindent, az avatást. Beültem az autómba, elmentem ki Franciaországba a gyártócéghez, ott találtam egy majdnem teljesen üres céget, a csarnok kellős közepén félkészen ott feküdt az árbolc a földön, sehol senki, tulajdonos ült ilyen arccal, és bementem, és akkor mi van? És mondta, hogy ennyit mondom. Azt sem mondta, hogy bocs. És akkor rájöttem, hogyha én nem akarom az egészet elbukni, és teljesen elveszíteni a lehetőséget, akkor nincs más választáson autóval elállni a parkoló átsó sarkába, kicserélni a ruházatomat egy overára, és nekiállni dolgozni az árbolcon. Ezután következett, arra még rá tudtam venni. Tényleg neki kezdődött az árbolcon? Igen, átöltöztem overába, szépen nem volt velem semmit, arra készültem, hogy a papír megnézem, hogy milyen útvonalon ment el, és hol találom meg a szerelvényt. Tehát nem volt velem semmi, az a telefonáltam feleségemnek, hogy ne várjanak haza, mert nekiálltam dolgozni az árbolcomban, itt van félkészen. Embert rá tudtam venni arra, hogy elmenjen, vegyen egy kis gittet, festéket, ezt, azt, amit még kell, és dolgoztam rajta. Ő még úgy segített, embere már nem volt, ott hagyta mindenki, nem tudta őket fizetni. És egy hétig dolgoztam rajta egyedül, néha segített ő. Egy hét után hazatelefonáltam az embereimért, hogy jöjjenek ki, beültek az autóba, kijöttek, közben többször a családom kijött, hoztak friss ruhát, meg élelmiszert, meg ezt-azt. És én ott aludtam a parkolóba, az autómba, és csináltam az árbolcomat napi 20 órában. És így 3 hét alatt befejeztük az árbolcot. Elvittem saját szervezésben, átvittem ott egy céghez, ahol betoltak egy vagont, francia államvasutak, föltettük a vagonra az árbolcot. Ott maradtam addig, amíg ki nem gördült az állomáshoz. Nehogy, hogy valaki hozzá nyúljon. Biztos, hogy ha elment, akkor elindulok.
És igazából túl az időveszteségen, ez egy nagyon furcsa lelkitörés volt nekem, amit utólag talán el is, meg is lehet fogalmazni, el is lehet mondani. Én akkor ennél az embernél, ott ennél a cégnél eltörtem lelkileg. Szóval az a minden gördül megy előre, dolgozol sokat, de minden halad előre, ez megtört. Egyszerűen belebotlottam ebbe a paliba, akit nem tudtam megölni sem. Mondtam neki, hogy én nagyon szívesen megölnélek, de ez nekem most nem jó üzlet, nekem árbóc kell. Mondom, innét kezdve ő Svájcban lakott, és a cég Franciaországban van, ez a Bázeltól nem messze. Mondom, nem mész haza te sem. Ez amíg az árbócom el nem készül, hogy ki nem teszed a lábad, különben eltöröm a kezed. És nagyon lelkes volt, és igazából még meg is kedveltem a végére, mert egy teljesen elszállt agyú filozófus, aki szakmailag egy brilliáns pali. Tönkre ment lelkileg, anyagilag mindenhogyan, és amikor éppen úgy észhez tért, kicsit segített, amikor lerogyott, akkor megint nem segített, néha aludt. Szóval ott volt, haza sem ment a családjához, ott se csinált semmit. Én meg dolgoztam, ott használtam az egész üzemét. Tehát ez egy nagyon jó CNC gépekkel, mindenféle a komputervezérlete gépekkel főszerelt üzem volt, egyedül dolgoztam, ott volt egy arab szociálmunkás volt ott, és egy török vendégmunkás. Akik söprögettek, néha mondta, hogy mit csinál, de sose értettük egymást. De ilyen körülmények között csináltam az árbocomat, és ez engem olyan borzalmasan megviselt, hogy egyszerűen nem tudtam a helyzetet újra, nem tudtam mit kezdeni ezzel a helyzettel. Szóval őt nem tudtam munkára venni, nem tudtam, én a saját pénzemen mentem el megvenni az anyagokat a végén már, mert egyszerűen nem lehetett semmire rávenni, és nem tudtam mit kezdeni a dologba. Tehát egy ilyen bezártságot éreztem, és amikor talán a vad, amikor a ketrecben van, így éreztem magam, és ez engem nagyon-nagyon megviselt. És ez úgy velem is maradt nagyon sokáig, talán végleg velem maradt ez az érzés, ez a tehetetlenség érzés. És ezt előtte nem így csináltam a dolgaimat. Na a lényeg az, hogy úgy elszállt az idő, hogy nekem már semmire nem maradt időm, nemhogy bevitorlázni a hajót, arra nem maradt időm rendesen, hogy a kvalifikációt megcsináljam. Külön meg kellett kérvényeznem a versenyrendezőséget, hogy ne kelljen átmennem Amerikába, meg vissza, mert ennyi időm már nincs, hanem megkerülöm az Azori-szigeteket, visszaérek, abban az a 2000 mérföldet teljesíti, de nem transzóceáni, végül is már van mögöttem két kör, fogadják el, vagyis hogy három. És mondták, rendben van, csináld meg, és akkor úgy visszaértem még határidőre, félkész hajómmal, amit még szereltünk, erre még utána jött, amit gondolom, megkérdeznél, ha nem mondanám, hogy ott az évpárdi összetört az órából, szóval azt kell azért akarom feltétlenül megkérdezni, mert a legnagyobb esélyes. Lehetne úgy is fogalmazni, hogy vetélytársad volt évpárdi, és pont ő törte el az órárbócodat, ugye? Ezt mondod, hogy ő egy vidám figura, egy kicsit szeles vidám figura. Azt nyilatkoztad az újságoknak, rádiónak az időtájt, hogy fel sem merült a szándékosság. Akkor... Négyen voltunk esélyesek, amit én azért merek mondani, mert a francia sajtó ezt így publikálta hosszú ideig, és ezt komolyan is gondolták. De én magam is annak hittem, és ők is engem. És ennek megfelelően érdeklődéssel figyeltek. Ami ott történt, azt mindig 10 kamera figyelte, kimentünk vízre, ott motorosok, helikopterek jöttek, és mindent vettek filmre. És ez egy nagyon érdekes történet volt, kimentünk bevitorlázásra, én automata kormánypróbákra mentem ki, és mi így milyen egyenesen vitorláztunk. Tehát a robot vezette a hajót, és azt néztük, hogy ez mennyire precíz, és különböző állításokat próbáltunk. Évparlé, meg láttam, hogy valahogy messze vitorlázik, meglátta, hogy kint vagyok, váltott irányt, odajött. És egy darabig ott körülöttünk vitorlázott, nincs elkezdett. Az én hajómon voltunk kb. 20-an. Ennek a fele újságíró volt, a másik fele szakember, hajóépítők, tervezők, különböző érdeklődők, fotósok, filmesek. Az ő hajóján voltak 30-an, szponzorok, televíziósok, mindenki. És az, hogy mi történt, mi nem történt, nem tudom, megszállt az ördög, egy rossz mozdulatnál vétett egy taktikai hibát, én is vétettem, én azt vétettem, hogy bíztam benne, és nem váltottuk át, mikor közel jött a hajóhoz, nem váltottam át manuális vezetésre, nem hagytam automatán. Tudja, mit csinál, és hát látta, hogy senki nincs a kormánynál. Tudnia kellett, hogy automata vezeti a hajót. És elhibázta, túl közel került a hajóhoz, és már nem volt más választása, nem tudott lejteni, mert hajóssal elérte volna az én hajóm órát, hanem elkezdett fölmenni. És én sem tudtam, mit sem, én részbe kaptam, hogy nem tudja, mi történik, abban például, hogy oda nyújtam, már késő volt, és így elvitt az órárbócot. 100%, hogy nem volt benne szándékosság. Egy szerencsétlen viszmájor volt, amit néma csönd követett.
Senki, se az ő haján, se az én, senki egy piszt nem mert mondani. Ez a néma csönd volt, én is ilyen. Jó, de jó. Három nappal a rajt előtt letört egy olyan karbon szerkezetet, ami lehet két hétig dolgozni. És fontos. Hát két, na, két ilyenkor ennek anyagi konzekvenciái is vannak. Hallottam, hogy ez sok tízezer, vagy mondjuk tízezer dollár volt, ha jól emlékszem, egy ilyen valóhasz nyilatkoztat. Hát, lett volna, hogyha... Ezt ilyenkor kifizeti, vagy hogy van? Ezt te fizeted. Tehát fel sem merült, hogy te így légy szíves a felé. Legalább. 50%-ba te voltál. Így nem igaz. Így nem igaz. Hát először is, amikor kimentünk a partra, az Ivo odajött, és próbálta valahogy védeni a mundért, hogy én mit nem csináltam. És tudni kell erről az emberről, hogy egy Isten adta tehetség. Szóval amennyire csak tehetséges lehet valaki erre a sportra, ő az. Talán még annál is jobban, egy egészen megszállott, de egy teljesen őrült ember, aki a normális emberi viselkedésre alkalmatlan. Szóval nem lehet megérteni őt, de ennek ellenére kedveljük egymást, mondhatnám azt szinte, hogy barátok vagyunk. És oda jött, és elkezdtem magyarázni, hogy én miért nem. Szerencsémre egy szót sem kellett mondanom, mert mellettem volt egy francia építő, egy leghíresebb francia hajóépítő, aki kint volt az én hajómon, Marc Pinta, és így a Pinta így leintette, hogy fogd be a pofát, hülye voltál, vidd el a balét. Mondta neki francia. És az így mondta, hogy hát, jó. És vele nem is volt semmi baj, azonnal jöttek az emberei, segítő emberei, mondták, hogy ott van a konténer tele anyaggal, amit csak akarunk, menjünk be, karbont, epoxit, bármit hozzunk el, ami csak a segítséghez kell. A Marc Pinta azonnal felajánlotta, hogy a törött darabokat vigyük át La Rochelle-be az anyaggal, mindegyütt ők megcsinálják. Szóval ezek után most nekem perelnem kellett volna ahhoz, vagy a biztosítást követelnem rajta, hogy anyagi támogatást kapjak, de olyan hihetetlen segítő készség áradt mindenkiből, hogy ennek nem volt helye. Hogy kérdezzem meg, valami kis ördög bennem van, hogy szerepelt ezen a versenyen, mert nem tudom a... Ő is kiesett. Négy esélyesből három kiesett igazából. Az Évpálé volt a második, aki kiugrott ebből a mezőnyből, én voltam az első, a második. Addig viszont vezette a versenyt. Én nem vezettem sem eddig. Na még az indulás előtt... Túl hamar jöttek a problémáim. Na még az indulás előtt történt a következő baleset, ugye, amiről itthon a sajtóból, televízióból értesültünk, hogy a daru leejtette. Valahol azt olvastam, hogy 50-60 centiről leejtették úgy a hajódat, hogy akkor átdörrent, hogy Doverben is lehetett hallani. Hát Doverékkel még nem beszélgettem, de a kikötő túlsó oldalán, tehát a part, túlsó parton, ott egyszerűen megmozdult alattuk a föld, és a kapitányságok kiugráltak az ablakon, és még látták, hogy mozog, és dől el az árbocon, és mozog. És megrettemve ugráltak autóba, és jöttek át a kikötő, az a kereskedelmi kikötőből, ki volt éve a hajó. Az történt ugyanis, hogy mi kivettük ezt mindenki csinálja, minden hajóval a verseny előtt eljátszák, hogy kiemelik vízből, partra állványok alárványozzák, letakarítják, és algagátló festéssel közvetlen rajta előtt felfestik. Miután 4 hónapig mennek a hajók, és ha bármelyik beagásodik, az kemény sebességveszítés. Tehát az utolsó pillanatokban mindig egy ilyen tisztítás, újrafestést csinálnak. És én voltam a sorban mondjuk a 10. hajó, amelyikkel ezt megcsináltuk. Kivettük a hajót, kiraktuk a partra, de ezt úgy csinálja mindenki, mert ez néhány órás munka, hogy nem állványozzák föl és rakják bele, hanem a darun lóg addig, amíg dolgoznak vele. Hát ez egy 40 tonnás daru, az én hajom 9 tonna, tehát meg se kottyan neki. Békésen dolgoztunk, akkor majd 3 vagy 4 órája, amikor egy teljesen furcsa dolog történt. Hát ez a 6 méter magasan van a hajó fenék, ilyen kerekeken guruló állványról dolgoznak az emberek. 8-an dolgoztunk a hajó alatt. Én a tőke súly alatt dolgoztam. Az alját festettem. Amikor a darunak a hidraulikája megeresztett, egy ilyen 10 centi, így lejjebb jött a hajó egy 10 centivel. Nem értettük, hogy miért, normálisan ért, nem volna szabad csinálni. És akkor szóltam a darusnak, hogy mi van. A darus odajött, és az volt az egészben a furcsa, hogy az a darus, aki a profi darus volt, az elment ebédelni, és jött helyette a cégtől egy másik darus. Én nem ismertem őt, de ugyanolyan profi darus. Beült a darus autóba, elindította a motort, és visszaemelte a hajót. És akkor mondtam neki, hogy ne állítsd le a motort, mert akkor legalább nyomás alatt marad a rendszer, nehogy visszaengedjen újra. És ment egy 20 percig a motor, és egyszer csak gondolt egyet, hogy mégiscsak leállítja, oda nyúlt. Én olyan szerencsés voltam, nem olyan, a fiúk nem voltak olyan szerencsések fönn az állványon, akinek a fejére esett a hajó. Én szerencsés voltam, mert én a tőkesúly alján dolgoztam még mindig,
amikor elfogyott a festékem, és elmentem festékére, és abban a pillanatban történt. Egyik a kezem alatta volt ugyanis. Elmentem, majd ott a daru kabinja, mert 2 méterre volt a festék, és valamit le akart állítani a motort a darus, és valamit rosszul mozdult. Most ez az egészben az érdekes, soha nem tudja senki elmagyarázni. Rosszat nyújt, és abban a pillanatban a féltégla leesett a hajó. De szabad esésben, semmiféle fékezés, semmi. Hogy leesett, és borzalmas szerencsém volt, hogy nem tört darabokra, mert darabokra tört volna, hogyha én hevederekkel emelem ki a hajót. De én direkt az emelés biztonsága miatt olyanra építettem a hajót, hogy a fedélzetem volt egy lyuk, és benne a tőkesúly csavarokon szemcsavarok. És ezen a lyukon keresztül egy kötéllel emeltük, és csak biztosító kötéleket tettünk rá, hogy viszintbe tartsuk. Tehát a hajó lezuhant, hát el lehet képzelni, a beton alapba olyan 3 centire belement a tőkesúly. Tehát az egész ilyen út, egy út volt alatt, egy kikötői út, és az utat behorpasztotta szépen. És ahogy leesett, ezzel még nem volt végül, a horog tovább ment, és így kidőlt a hajó egy olyan 30 fokra, lelazult a kötele. És hogyha ez hevederekbe lett volna, a heveder az, hogy lelazul, összecsúszik és kiesik belőle a hajó. És az, hogy nem hevederben volt, hanem egyen egy kötél bekötve, és amikor megfeszült a kötél, megállt. Tehát nem tölt föl a hajó, nem tört el az árbolc, nem tört össze a hajótest. És hát a gyerekeknek, akik alatt a gyerekeknek, a segítőtársaimnak, úgy a nyakába esett, ahogy volt. Tehát azoknak a fejére ez volt. Hogy a nyakukba esett? Hát így, alatta így festettek helyen. Tehát nem volt semmi bajuk, vagy? Hát szerencsére nem. Tehát úgy ráesett, hogy ők is úgy mentek le az állványostól mindenestől, összegörbült az állvány, de egyiknek se lett olyan baja, ami kórházunk volna. Egyszerűen rájuk esett hajó, és kapták el a fejüket. Szóval baleset nem történt, de hát ez történt. Na most, ami a következmény ennek, akkor a darus visszaemelte, és végignéztük azonnal természetesen a tőkés, úgy mindent végignéztünk, és nem láttunk semmi sérülést. Átjött, egyből oda csődött mindenki. Mi történt? Hát, mi történt? Nyomok vannak, a tőkésülnek az alja össze-vissza van zúzódva, ezt majd valahogy kigéptelem, az ólom és karbon. De hát nem látunk más sérülést a szerkezeten. És hát volt ott egy-két szakértő, és jó magam is úgy voltam vele, ez az én tőkesúlyom, az karbonból, szénszálas kompozit anyag, és a tengely, amin mozog, ez a mozgatható tőkesúly, az a rozsdamentes acél, és ha valami sérülhetett, akkor a karbonnak és a rozsdamentes acél tengelynek a találkozása. Hát ez bármilyen pici repedést támad, az később kint, ahol a mozog, hullámra mozog, az mindig elkezd nőni. És azzal vigasztaltak meg, hogy hát Nandi, lehet, hogy sérült a tőkesúlyod, amíg most nem látszik, majd kimész vízre, elkezdesz vitorlázni, és egy hét után majd meglátod. Majd kiderül. Te elkezd mozogni, mindig jobban mozog, akkor megsérült. Hát ez egy ilyen boldogító dolog volt. Ezzel a lelki terrorral indultam el, hogy vagy jó a tőkesúlyom, vagy nem. Most szép, ezt se ultrahanggal semmivel így megvizsgálni nem lehetett. Szétszerelni, szétvágni, hogy meggyőződjünk róla, az azt jelenti, hogy egy hónapos munkát vállalunk, és 10 millió forint értékűt vágunk szét, és kell egy újat csinálni, ha történetesen nincs baja. Tehát nem volt eset rá, hogy ezt most mi leellenőrizzük. Tehát elindultam, elérkezett a verseny rajtja, elrajtoltam, belementünk mindjárt. Várjál még egy picit, hallom, hogy itt még bója ügyed is volt, ugye? Még eltűnt a veszélyjelző bójád, nem eltűnt, ott is volt valami problémád. Az is az utolsó. Hát az a kedélyeket feszítette. Én elküldtem Párizsba, van egy vészjelző bója, műholdas vészjelző bója, ami nélkül nem szabad elrajtolni, ez szabály. Ez egy nemzetközi, a világ minden pontjában egy ilyen, kimegy valaki a nyílt óceánon, van egy vészjelző bója, amit, hogyha beaktivál, műholdon keresztül jelzi, ez egy segélykérő, ez kötelező. És nekem és mindenkinek ezt el kell küldeni egy irodába, ahol leellenőrzik, hogy a benne lévő program, amit kilő, elem, minden rendben legyen. Elküldtem ezt a bóját Párizsba, és nem érkezett meg. Hívtuk őket, hogy mi van vele, mondták, hogy ők tovább küldték Angliába, és az angolok nem fejezték be, ők nem tehetnek róla. És ez az utolsó fél napig így ment, ez az a naponta óránként ment a telefonálás, mi van vele, nincs itt, mi van vele, nincs itt, mi van vele, nincs itt. De ne aggódjon, faul, megoldjuk. Hát mondom, hogy oldjuk, mert nem tudok elrajtolni, nincs bójám a versenyen, és nem enged ki. Most az volt az óriási szerencsém, hogy a versenyigazgató, a Philip Gianto, az volt, aki nekem ebbe segített, ő ismerte ezt a céget. És hát ő végén már ott ultimátumszerűen fordult hozzájuk, nagyon segítőkész volt, hogy ilyen nem létezik, hogy nincs itt a bója, ez ebből botrány lesz. Ez a nemzetközi botrány, ez nincs itt, mert ilyet nem ismerünk. És az utolsó pillanatban talán rajt előtt
10 órával kaptam meg egy másik bólyát. A történethez hozzátartozik, hogy a mai napig nem kaptam meg a sajátomét. Ez volt most már több mint egy éve, és a mai napig nem jött meg az enyém. Küldtek egy másikat, hirtelen beleprogramozták az én adataimat, ebben benne van a hajó neve, skipper neve, rádióhívójele, és egy kontakt a szárazföldön, akit értesíteni kell, ha baj van, tőlem, az én családom. Tehát egy telefonszám. Ez bele van programozva, és ennél ezt beaktiválom, hogy módon keresztül ezt sugározza, és a sugárzáson keresztül vissza tudják mérni a pozíciót, hogy honnét jön. És kaptam egy másik bóját, amivel aztán elrajtolhattam. Sőt, még azt is olvastam valahogy Nógdácu, még a tőröd is beesett a tengerbe. Bicska. Tőrbe esett volna, fene ott egyet, de a bicska állítólag rosszat jelent. Én ezt nem tudtam. A kompromisszumosan megjavított órárbóton megérkezett La Rochelle-ből visszaszereltük az utolsó éjszaka. Tehát másnap délbe volt a rajt, előtte éjszaka jön éjfél magasságába. Tehát visszajöttünk a búcsúzkodó vacsora, minden ünnep, mindenki jött. Családdal, szponzorokkal, bármivel töltött az éjszakát, mi mentünk és szereltük az árbócot, az órárbócot a buli után. És hát az éjszaka kellős közepén dolgoztunk, és az egyik segítőtársam nyújtott neki, én nyújtottam neki a bicskámat, ő valahogy úgy fogta meg, hogy madzag elakadt az ujján, be a vízbe. És ott néztünk egymásra, hogy most mi van. Elúszott a bicska, hogy néztem. Nekem ez nem jelentett többet, mint hogy a kedvenc bicskám elúszott. Nagy dolog, hogy szerzünk egy másikat. Mivel ott elkezdtek sűrűzni, ez rossz jel. Mondom, persze, hogy rossz jel, kell helyett egy másikat. De nem, ez rossz jel. Mondom, jó, hagyjon el, szórakozatok vele, mint rossz jel. És nagyon jó fejek voltak a mi saját TV csapatunk, neveket nem akarom, Lukin Sanyi volt az operatőr, és a Kereszti Gabi volt ott riporterként, azt hiszem, akkor még objektív volt tőlük. És ők másnap elmentek, megkerestek ott egy búvárklubot, nem tudtam az egészről, utólag tudtam meg hetekkel. Oda vittek egy búvárt, és hogy 5 óráig keresték a búvárok a bicskámat, és nem találták meg. Ez valaki lenyelte és elúszott. De ennyi. De én egyébként visszatérve a Pezsgőre, én borzalmasan sajnáltam a Demszky Gábort, aki ott nagyon lelkes volt, nem ő volt a hunyó, mi voltunk a tökfejek. Hát meg is mutattad neki, hogy hova dobja. Oda dobta. Csak hát a hajónak a korlátjára, ami egy rugalmas cső volt, mi felszereltünk egy alumínium lemezt, aminek a tömege 1,5 kiló volt. És hát ő tiszta erőből nekivágta a Pezsgőt, ez ott görbült egyet és visszarúgta. Ennyi, de csúszni. Másodszor is visszalőtte. Szerencsétlen verte ott a víz, és a végén tiszta erőből, ami belefért, hogy oda csapta. És az volt a szerencsénk, hogy a Pezsgő tört el, nem a korlát. Szóval a vasmacskát kellett volna odarakni, ami 20 kiló, mert abban pillanatban eltört volna. Úgyhogy ez nem a Gábor bűne volt. De attól még lehet rossz jel egyébként. Engem nagyon érdekel, amiről elég szűkszavú volt az utolsó jelentés, amikor a autószállító teherhajóval ütközti ezzel a bizonyos Pelander nevezetű. Nem tudom, mi volt benne, én csak azért tippeltem ilyen autótranszporternek, mert azok néznek ki így. Képzeljenek egy hajót, ami olyan 20 méter magas, szürke acélfal és egy ilyen hatalmas doboz úszik a vízen. Ilyen hajók vannak, ilyen transzporterek. Ez azért zárt, én azért gondoltam, hogy az autókat így szállítják, hogy sós párát, vizet ne kaphassanak, tehát teljesen zárt az egész. Ez a második visszafordulás. Az első visszafordulásom a tőkesúly miatt volt, amikor is egyszer csak a tőkesúlyom elkezdett abnormálisan mozogni, és én arra gondoltam, hogy a sérülés, amit nem látszott, hogy az bekövetkezett, és itt 2,5 nap nagyon kemény, viharos, szembeszeles, szembehullámos menet után ott tart a mozgásban, hogy egy teljesen abnormálisan nagy mozgást végzett előre-hátra, amit én még soha nem tapasztaltam előtte. És arra gondoltam, hogy sérült a tőkesúly, most már ennyi mozgás után, ha visszamegyek, nyilvánvalóan látszani fog, hogy mi a baj. Nem volt fogalmam, hogy hogy javítjuk meg, visszamentem. És az egészben nagyon furcsa dolog az volt, hogy szétszedtük, és nem volt semmi baja. Ezt talán már így eljutott nagyjából haza. Tehát szétszereltük, ott állt 3 független szakértő, fizetett független szakértő, sápadt arccal ott állt a darus cég, és összes alkalmazottja, és vagy 15 kamera. Kiszeretük a tőkesúlyt, és a világon semmi olyan nem volt. És ezek után nem mondhattam semmi mást, mint hogy egy érzéki csalódás, egy pszichológiai probléma, és a tetejébe ez párosult azzal,
hogy hasonló körülmények között még soha nem vitorláztam előtte. Tehát mi előtte kínosan mérve figyeltük, hogy a tőkés hogy mit mozog. Ez egy olyan újítás volt, amit soha senki még nem csinált előtte, ilyen módon mozgatni a tőkés. Tehát mindenre figyeltünk előtte, csak éppen nem mentünk bele ilyen roppant, meredek, rövid, 8 méteres hullámzásba 60 csomós széllel, nem volt rá alkalom. Itt is megint hiányzott az az idő, amit vitorlázásra kellett volna tölteni, és megtanultam volna, ha ilyen a szituáció, akkor ez bizony ennyit mozog. Előtte mértünk ilyen 2,5-3 mm-t, amit mozgott előre-hátra a tőkésúly teteje, és ehhez képest ott mozgott 3 centit. Ez nonsense, hogy normálisan ennyit mozogjon, gondoltam én. De ez volt a normális mozgása, csak én nem tudtam még akkor. Tehát valóban és automatikusan arra gondoltam, hogy rossz, és valóban semmi baja nem volt. Nem volt más választás, visszatettük a tőkésúlyt, másnap elindultam újra, vagy még aznap hajnal. Itt a franciák írták, hogy te láthatóan semmiért jöttél vissza. Igen. Idéznek egy francia újság. Ez pontosan így történt, hogy visszamentem a semmiért. De ugye ők egyébként ezt tökéletesen megértették. Szóval nem gúnyosan mondták ezt, hanem ők elfogadták, hogy egy földkerülő versenyre nyerő eséllyel nem lehet úgy elmenni, hogy én közben azt hiszem, hogy rossz a tőkés, hogy el van törve. Tehát ez egy rendkívül sajnálatos, de érthető szituáció volt. Na és akkor másodszor jött a Pelander. Másodszor jött a Pelander, amit később egy barátomtól kaptam egy levelet, és ő képletes értelemben használva nekem felsorolta életünk összes Pelanderjeit. Tök kezdve, hogy gyerekkorunktól, egy olyan gyerek, engem gyerekkorom óta ismert, hogy a különböző Pelanderek életünkbe hogy jöttek. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, ezt azért mondom, mert én is azt gondolom, hogy a Pelander az nem véletlen volt akkor és ott és úgy. Akkor én ezt úgy éltem meg, hogy dolgoztunk a hajón, két napig semmi alvás. Hát előtte volt egy kemény menet, visszajöttem, non-stop csináltuk, idegfeszültség. Ahogy visszaraktuk a tőkesúlyt, azonnal beültem a hajóba, újra rajtoltam. Megint belementem egy nagyon kemény szembeszedes menetbe. Két napig vitorláztam alvás nélkül, akkor már nagyobb a 4 napja nem aludtam, és rendkívül fáradt voltam. És fényes nappal, délután 1 óra volt, fényes nap, süt nap, sütés, olyan 40 kilométeres látótávolság, hibátlan látási viszonyok. Amikor én a hajózási úttól még egy olyan 30 kilométerre jártam, és benne a térképasztalnál egy elbóbiskoltam. Nem zavart, szoktam így ilyen perceket alszom, és utána figyelek tovább. És ebből a bóbiskolásból riadtam föl arra, hogy ilyen rendkívül nagyot, ilyen meglódult a hajom. Ami azonnal rutinszerűen fölébred az ember, hogyha alszik is, ha nem úgy mozdul a hajom, mint amit megszokott. És ezt a hatalmas mozdulatot, ilyen lódulást követően azonnal a kormányállásba, a kormányálláson keresztül be a kabinba bejött egy több köbméter víz, egy óriási hullámtömeg így bezúdult a hajóba. A nyakamba is természetesen, bokáig, vagy a sípcsot középig ért a kabinba a víz. És abban a pillanatban ugrottam ki, és valami olyan dermedt dolog történt, amit mindig rettegnek a szóló vitorlázók, meg egyáltalán vitorlázók, hogy egy nagy hajóval találkozik, és én kiugrottam a kormányállásba, és ott volt velem szemben egy ilyen 25 méter magas szürke acélfal, tőlem 4 méterre. És ezt úgy képzeljék el, hogy ahogy ment az én hajóm, nagyjából ebből az irányból ért utol a nagy hajó. Ez egy 180 méter hosszú, 30 ezer tonnás szállítóhajó. Az ő szabad oldal magasságukig nem ért fel a 27 méteres árbócon. És ez a szürke acélfal, az úgy rám jött, én fölnéztem, és láttam a tetejét. Ezt láttam, hogy jön egy ilyen hegy rám. És az volt a szerencsém, az első hullám, ami tolt maga előtt vizet, ez az orhullám lökte meg a hajót, utána ennek a megtört vize jött be a kormányállásba, és ez egy picit elbillentette a hajómat. Egyébként bedarált volna, és vége. Úgy jártam volna még nagyon sok hajós, aki nem meséli el a történetet. Kifordította a hajómat, és ahogy eltalálta, hogy neki ment az oldalának, úgy rá tudott csúszni már a hajón. Egyszerűen nem bedarálta maga alá, hanem félretolta, és végig kotorta. Gyakorlatilag mind a 180 méteren keresztül az én kötélzetem a hajóm oldala mindegy végre szelte a hajót, és én közben ott álltam a kormányállásban, és így néztem, így ledermedve, és nem tudtam, hogy mi történik. Ilyen, ja Istenem, mi van, és teljes képzavar. Szóval le voltam bénulva, nem tudtam, mi történik. Talán mondtam valamilyen keresetlent. Ilyenkor jön az ember. És azt,
jött felém a hajónak, a nagy hajónak a hátulja, egy hátrafele, hogy kijöttem a kabinból, ott megálltam, és úgy maradtam ott kővédelmettel. És láttam, hogy jön felém a propeller vize. És arra határozottan emlékszem, hogy gondolkodtam rajta, hogy ha ennek egy propellere van, akkor megúszhatom. Ha két propellere van, akkor felszeletel. Ez ebben teljesen biztos volt, és vártam dermedten. Annyi, komolyan mondom, nem volt bennem annyi aktivitás, hogy kiugorjak a hajóba, hogy ne szeret. Szóval annyira le voltam bénulva, hogy nem. Egyedül csak az agyam mozgott, a testem nem mozgott. És az volt a szerencsém, hogy ahogy végigreszeltem, hát ez természetesen végigtört mindent a hajó. És a hajótest azért úszta meg, azért nem tört darabokra, mert a kötélzet, az ilyen rugalmasan pattogva végigment az árboc merevítő az oldalán, és ahogy ment végig az oldalán, így borotválta le a festést a hajó oda, a nagy hajó oldaláról. Ez egy jó vastag festés, én darabokat elraktam, ami mindig van otthon. Borotváltam, és én esőként zúdult a hajómra. Ilyen vastagon állt a fedélzetemen a festék, amikor végigment rajtam. Tehát úgy fullott rám a vakolat, és néztem, hogy jön felém a víz. És ahogy az orrhullám kidobott kicsit, ugyanúgy az a propeller hullám is ellökte a hajót egy kicsit. És úgy elment mellettem, hogy hozzá se ért a propeller. És elment a nagy hajó, és mellettem ment. Akkor kezdtem el ordítani nekik. Azt tudom, nem tudom, mit mondtam. Arra sem emlékszem, valószínűleg angolul ordítottam nekik, de valamit a fába szorult féreg. Senki, semmi, se kép, se hang. Beugrottam vissza, elkezdtem rádión hívogatni őket. Kétszer hívtam őket, hogy rájöttem, nincs bekapcsolva. Akkor bekapcsoltam a rádiót, frekvencia minden stimmel, csatorna, elkezdtem őket hívogatni, semmi. Fogtam a kézirádiót, kiálltam a kormányállásba, és elkezdtem kézirádióba hívogatni őket. És ugyan 5 perces hívás után, akkor már 500 méterre volt tőlem a nagyhajó, amikor bejelentkezett egy hang, hogy Pelander, mi van? De mindent le tudtam olvasni, hogy Pelander, az nevén hívtam őket. És egy ilyen távol-keleti akcentussal, ilyen fiatalos akcentussal szóló hang volt, és mondta neki, hogy nézzék ki a hajót hátulján, hátul fogsz látni egy vitorlás csodrodni, az én vagyok, és ezelőtt fél perccel elütöttetek. Összetörtétek a hajónak. És ez, hogy a Pelander vagy Pelander, mit akarsz, ehhez képest soha többet nem szóltak bele a rádióba. Viszont abban a pillanatban megállították a hajót. Láttam, hogy nagy fékezés, az a hatalmas nagy doboz megállt a vizen, egy picit ugye a hullámokba elfordult, nagy valószínűséggel oda csődült kapitány mindenki, megnézték távcsövön, süllyedek vagy nem süllyedek, nem süllyedtem. Gáztattak és szó nélkül elmentek. Na, ha visszaszóltak volna, akkor kötelezik magukat. De többet nem szóltak vissza, rémülten elhúztak. És az egészben az volt az érdekes, hogy ezt a francia partiőrség műholdról végigfigyelte. Ők azt nem tudták, hogy mi gázoltunk, vagy 100 méterre elmentek, mert a műhold nem veszi észre. De ők pontosan látták, hogy én megyek, jön a nagyhajó. És azért figyelték a nagyhajót, mert akkor már letért a hajózási útról. Ez a szabálytalanságok sorozatát követte el ez a hajó. Senki nem vezette. Ebből az derült ki, hogy a hídon senki nem volt, ami egyébként kötelezettsége. Abszolút elsőbségem volt. Többszörös szabálysértés következménye volt az, hogy elütöttek. Teljesen fölösleges azon meditálni, hogy kinek radarja, hogy ment, mind ment. Ők se figyelték a radart, én se figyeltem a radart. Ennek tanulságaként egyébként most már kötelező az összes ilyen hajóra a riasztó, a radar riasztó. Ha egy radarra a jövő hajó jön, akkor az én hajóm riaszt. De akkor még ez nem volt. Tehát így elgázolt, túléltem, nem volt más választás, vissza kellett jönnöm, hogy össze volt törve a hajó. Lett ennek valami következménye? Valami kártérítés? Olyan következménye... tulajdonossal a hajó tulajdonossal? Nem találkoztam vele. Olyan következménye lett, hogy a francia parti őrség az azonnal után indított egy hajót. Le akarták fogni. Ők igazából, én azonnal rádió leadtam a jelentést és telexen, és ők tudták, hogy mi történt, pontosan, hogy szabálytalanság történt, és ezt a hajót meg kell fogni. Ez valahonnét jött az angol csatornából, és ment valamerre. A vonatnak hívják azt a vonalat, ott a Finisterre foknál, az azért hívják vonatnak, mert olyan sűrűn mennek a hajók, úgy néz ki távolra, mint a vonat lenne. Ez olyan hajó, borzalmasan forgalmas, és nem szabad letérni. Itt zárt hajózási csatornák vannak, nem szabad a hajózási útból kitérni, és az a hajó rég kitért az útból, azért is figyelték műholdat. És azonnal utána indítottak egy keresőhajót, és nem találták meg. Nyilvánvalóan ezek után, hogy ők észlelték, hogy engem elgázoltak, és én el is meséltem nekik ott, hogy én egy földkerülő versenyben vagyok a versenyzője, azonnal gáztattak, és nyilvánvalóan valamerre eltértek
kimentek a látómezeiből a franciáknak, a felségvízről, és attól kezdve nem tudtak vele mit kezdeni, nem fogták meg. Viszont a francia hajózási minisztériumtól másnap délelőtt, mikor, vagy nem tudom hány nap, másnap volt ez, hanem, tehát hogy ők már tudták másnap, de amikor én partot értem, akkor már ott várt egy fax, hogy Brüsszelen keresztül a nemzetközi nyilvántartásból már tudták, hogy a hajó az egy érdekes, ez a nagyhajózási maffia, ezért végül is én jogilag nem kerestem orvoslást. Ez egy amerikai tőke, Maláziában bejegyzett cég, Kuala Lumpurban bejegyzett cég, panamai lobogó alatt. Most nincs ehhez mit hozzátenni, nem lehet megfogni őket. Török kapitánnyal. Libériai kapitánnyal, és tudom én milyen legénységgel, majdnem mondtam hirtelen milyen legénységgel. Lényeg az, hogy én ott hirtelen konzultáltam néhány hajózási szakértővel, jogi szakértővel, akik azt mondták, hogy ezt a hajózási céget tudtuk, most is tudom, ez a Barbership Managementnek hívták Kuala Lumpurba, mit tudom, a Victoria Management Building, mindent tudok róluk. Beperelhetjük, biztos, hogy megnyerjük a pert. Minden bizonyíték a rendelkezésünkre áll, megnyerjük a pert. Ez a per nekem másfél évbe fog kerülni, körülbelül 300-350 ezer frankba fog kerülni, és visszanyerjük a tárgyi kárt. 50 ezer frank. Kösz, lebeszéltetek. Szóval ettől kezdve nem is mentem utána. És nagyon sokáig gondolkodtam, hogy fölhívom őket, és legalább elmondom nekik, hogy pontosan mi történt. Rájöttem, hogy akkor élek a legnyugodtabban, és alszom, hogyha elfelejtem. Megmarad egy szép történetnek, élek, hajóm egybe van. Visszamentem, 10 nap alatt megjavítottuk a hajót, és újra elindult. Még egyszer elindultam. Elmentél akkor unyáig. Rejtőtől ismerjük, de szeretjük a sportosat még verekedésben is. És újra elindultam, hogy a... Ekkor még komolyan gondoltad, Nándi, őszintén tedd a szívedre a kezed, hogy ezt megcsinálod, vagy akkor már... Ne. A Demszky Gábor felé az, hogy végig... volt egy tartozásod, azt hiszem, hogy... Ne volt nekem a Demszky Gábor. Hát adtak pénzt, adtak pénzt. Azt, hogy elrajtolok. És ettől kezdve, ha nekem felruhatóból adom fel a versenyt, akkor tartozom visszafizetni, amit támogattak. Ha nekem nem felruhat, de Viszmájor történik, akkor nem. Most gyakorlatilag, ha az első után nem is, de a második visszatérésem után én már nem lettem volna kötelezhető semmire. Ez nyilvánvaló Viszmájor volt. Ez nemzetközi szinten bizonyítható Viszmájor volt. Sőt, még csak azt sem mondanám, hogy Viszmájor volt, hanem baleset volt, aminek más volt az okozója. Tehát én nem volt anyagi tartozásom és felelősségem se senki fele, a főszponzorom fele se, főleg nem a főváros fele, akik engem töredékben szponzoráltak, ott minimális pénzekről volt szó. Legalábbis a költségvetéshez képest minimális. Szóval gyakorlatilag engem, ami már másodszor is kivitt a vízre, az a helytállás volt. Én tudtam, hogy nekem esélyem nyerni, esélyem nincs. Arra volt esélyem a második indulásnál, hogy a mezőnynek a hátsó felét utolérjem, megverjem őket, és egy olyan harmadiknak, negyediknek beérjek. Erre jó esélyem volt. Tehát elindultam, hogy azért még egy rekordot futhatok, tehát időben megverhetem még a győztest is, mert a rekord az újraindul az órán. És tisztes helytállás. Ha már ennyit dolgoztunk érte, akkor végigmegyek. És másodszor, amikor elindultam, itt a hajó összetörés után, akkor én már semmiben nem hittem. Most hazugság lenne azt mondani, hogy mentem, hogy ide lőjetek, gyerekek. Nem, ez volt bennem egy ilyen elkeseredett, dacszerű, szar is le van szarva, bocs, hogy ezt mondom, de megyek, hát most mit csináljak, hát mit tudok még csinálni, most leülök, hogy hát most mégsem megyek, abba hagyd, nem, de elmegyek és megyek. Most ennek a tetejébe jött az, amikor az elektromosság végül is megadta magát, aminek nagyon sok magyarázata lehet. Tény az, hogy amikor kimentem a hajó újjáépítése után, és ott 10 nap alatt újjáépítettünk nagyon sok mindent, ott az nagyon sok ember le a kalappal a franciák előtt. Nekem ott műhelyek ingyen dolgoztak. Ott mindenki jött, amit megtehetett. Ott 200 ember volt a mólón, éjjel, nappal, esőben, fagyban. És aki amit tehetett, az rohant és hozta és tette, és elvitték és megjavították, és autók futkároztak minden irányba hozni az anyagokat. Szóval olyan hihetetlen segítőkészség volt, ami nem is igaz.
És hát elkészült a hajó, elindultam újra, hogy most a darulejtés, meg az ütközés, meg mit befolyásolt a generátoron, nem tudom. Meg előtte is voltak ennek szerelési kis problémái, de a vadonatúj automata generátorom egyszer csak járt, és nem töltött. Tehát ott maradtam másfél, durván két nap vitorlázás után egy teljesen lebutult, levakult hajóval, aminek egyetlen egy elemlámpányi elektromos forrása nem volt. És ezek a hajók kompjútervezérelt, abszolút műholdra vezérelt, amit az elektromosság nélkül semmi. Gyakorlatilag egy darab fa, egy rönk tud ugyanennyit. És akkor választhattam, hogy most ilyen feltételek mellett tovább megyek, vagy visszakanyarodok megint. Nem volt értelme. Egész egyszerűen egy nagyon kemény félnapos hezitálás után úgy döntöttem, hogy nincs értelme a világon semmi. Sem magamnak, magamat veszélybe sodrom, kimegyek megint, beleérek a hajózási útba, beleérek egy olyan többnapos menetbe, dögfáradtan, ahol körülöttem teherhajók százai jönnek, mennek. Nekem nincs radarom, nincs rádióm, nincs műholdam, nem tudom pontosan hol járok, nincs navigációm, nincs kommunikációm. Egy zseblámpám van összesen és egy mágneses iránytű. És megyek, és majd valami lesz, vagy megjavítom, vagy nem. Én azt gondolom ebben a szituációban, abból az alaphelyzetből, hogy én nyerni akartam ezt a versenyt, egy olyan teljesen ostoba erőködés lett volna, ami már átvált egyszer csak szánalmasba. Hát itt éreztem. Csak úgy döntöttem, hogy visszajövök, és itt a kezdő nincs tovább. Hát itt éreztem én egy kicsit a Wichmann Tamás párhuzamot. Picit. Hát, ha úgy tetszik, akkor ez hasonlít, itt már nem volt miért csinálni, se önmagam miatt, se más, mert nem volt mit csinálni, itt lehajtja az ember a fejét, és kész, elszakad valami. Nándi, nagyon elszaladt az idő, de én olyan érdeklődve hallgatom, abban bízom, hogy önök is. De két kérdést még feltétlen föl kell neked tennem. Az egyik úgy szól, amit már nagyon sokan megkérdeztek tőled, de én még nem hallottam a választ. Elindulsz a következőn? Rövid válasz nem. Hosszú válasz az, hogy... Nem biztos. A rövid válasz az, hogy biztos, hogy nem. A hosszú válasz az, hogy ez nem jelenti azt, hogy örök életemre nem. Most a következő versenyre biztos, hogy nem fogok elmenni. Más programom van, amit csinálni akarok, és nem érzek ez magamban. Ez a következő kérdés. Nem érzek magamban ambíciót, hogy most csináljam, de az nem azt jelenti, előfordulhat, hogy soha az életbe többet nem megyek, de az is előfordulhat, hogy még megyek. Tehát ez majd az idő meghozza. Ha visszajön az étvágyam, akkor még egyszer majd meglátjuk, mi lesz. Hogy mit csinálok? Mivel foglalkozom most? Hát itt most mesélek maguknak. Ez a jó pofa válasz. Igazából van egy cégem. Alapvetően hajóépítés, tervezésépítésre. Ezt a céget, ennek a cégnek a profilját én most kibővítettem, és kikötői elemeket fogok gyártani. Tehát kikötőépítéssel, hajótervezéssel, építéssel, kikötőépítéssel fog foglalkozni. Ez engem borzalmasan érdekel. Ennek a cégnek a létrehozásán dolgozom. Ez részben megvan, hát a saját cégem építette a hajóimat eddig is. De ami itt egy nagyobb falat, az, hogy egy nemzetközi vegyes vállalat részén, tehát egy ilyen multi részeként a régióban kezdünk el egy olyan nemzetközi szisztémájú kikötőépítéssel foglalkozni, ami eddig Magyarországon nem volt. Az egész régióban nem volt, beleértve itt az ukrán-orosz és bármelyik piacot. És ezt a nagy fehér foltot szeretnénk korszerű, nemzetközi szinten korszerű kikötői elemekkel megcélozni. Amire én azt gondolom, látva a hajók drasztikus növekedését, erre igény lesz, egy normális igény. Elsősorban nem nagy hajós, itt jacht kikötők létesítményeiről van szó. Ezt szeretném csinálni, emellett tervezési munkát végzek, különösebben nem publikus, de miután az országos média most nem közli, amit mondok, van egy megállapodásom, volt egy megállapodásom a fővárosi önkormányzattal, amiben a fővárosi Duna szakaszra vonatkozó hosszú távú fejlesztési koncepció, ennek az előtanulmányát csináltuk meg. Ennek a folyamányaként a különböző bizottságok döntése és a közgyűlés mindenkinek a döntése alapján most egy megbízásból nem egy előtanulmányt, hanem magát a
a koncepciót csináljuk meg. Tehát egy ilyen dunai tervezés, ebben benne van víz, vízi közlekedés, parti közlekedés, part-víz kapcsolata, kikötők, minden arra a 36 kilométeres budapesti szakaszra. Ezt a hosszú távú fejlesztési tervet csináljuk. Sokakkal, másokkal együtt, de ez egy gyönyörűséges munka. Jószerűen, ha úgy tetszik, Széchenyi óta ehhez a Duna szakaszhoz senki nem nyúlt. És egy vértódítóan szép, érdekes feladat, amin dolgozom részben. Tehát én azt gondolom, hogy ez a feladat lényegesen értékesebb és izgalmasabb számomra, mint hogy most újra vízre szálljak és mondjam, menjek fejjel a falnak. Úgyhogy ezt csinálom ebben a pillanatban. És az utolsó kérdésem, azt hiszem, mi lett a Budapesttel? Mi lett az Alba régiával, és mi lett a Szentjupáttal? A Szentjupát a közlekedési múzeum van Budapesten. Petőfi csarnokban van egy repüléstörténeti múzeum csarnok, a közlekedési múzeumnak ott van kiállítva a Szentjupát. A második hajóm az Franciaországban van ebben a pillanatban, már nem az én tulajdonom. A Budapesttel, miután ez a visszatérés volt, és hát egy olyan fél évig nagyjából itthon a sebeimet nyalogattam, és úgy lassan, de biztosan észhez tértem, a hajóm lent volt, és én közben úgy gondolom, megcsináltuk, amit lehetett, fölújítottuk, megpróbáltuk megtalálni a generátornak a hibáját, végül szakértőkkel, elég hosszú kutatási munka után megtaláltuk, megjavítottuk. És úgy döntöttem akkor, annak ellenére, hogy a szerződéseim nem köteleztek erre, hogy valamit azért mégis a kompenzáljak a szponzorok fele. Tudni, hogy én mindig nagyon jó szponzorált voltam. Igyekeztem a vállalat feladatot teljesíteni maximálisan. Tehát úgy gondoltam, bármennyire is nem kötelez engem semmire, azért próbálom ezt valamivel tompítani, és beneveztem egy transatlanti versenyre elmúlt év őszén, ami október 11-én rajtott Le Havre-ból mentünk Cartagenába, Kolumbiába, ez egy Atlanti óceán átszelő verseny volt, és ezt úgy kínáltam föl a szponzoroknak, hogy senki egy fillért sem tette ebbe már bele. Ezt zsebből pluszban csináltam, és ugyanazokkal a szponzorokkal, ugyanazzal minden egy kampányt csináltunk, és ezt a versenyt lefutottuk. Ez két személyes verseny volt, egy spanyol fiúval versenyeztünk együtt, úgy hívják őt, hogy Albert Bargues. Egy katalán fiú volt Barcelonából. Őt én régóta ismertem, nagyon jó barátom volt, és igazából azért vele versenyeztem, mert miután nekem terveim a hajóval most nincsenek, megválni se szívem, se kedvem nincs tőle, az is nonsens, hogy áldogáljon egy kikötőbe. Így abban maradtunk az Alberttel, hogy neki kölcsön adom a hajót a következő BOC Challenge-re, ami jövőre fog, vagy hogy idén fog rajtolni most már. Kicsit szurkoljunk akkor neki. Egy kicsit szurkolunk neki, végig követjük. Hát most még ebben a például Budapest névvel Barcelonában áll a hajó. Valamikor az év első felében egy elég jelentős átépítési munkát csinálunk a közös tervezésben, és ő fog vele versenyezni. Hogy utána mi lesz, meg majd meglátjuk. Ezen a transatlantik versenyen egyébként nem mondod el, negyedik lettél. Negyedikek lettetek. Az az Yves Perlé nyerte meg, aki eltörte a orbitorláda. Igen. Nem az disznó, mert eltört, hanem a megvert. De egyébként jobb volt. Nándi, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél közénk. Hát én nagyon szépen és köszönöm. Az a sok ember, érzésem szerint közel 200, aki itt ül, erről beszélgettünk kint az előbb, hiányzik ma az embereknek, hiányzik a fiataloknak, a gyerekeknek, itt ülnek elől. Az az ideál, akire föl lehet nézni. Egy-egy még van, ezért sportol az én fiam is, és örülünk, hogy eljöttél közénk, és van kire fölnézni. Nagyon fölnézünk rád, én legalábbis a magam nevében ezt mondhatom. Köszönöm szépen. Nagyon kedvesek, köszönöm szépen, csak annyit szerettem volna még hozzátenni, hogy ideál sose akartam lenni, ezen túl se leszek, de hogyha végül is véletlenül az lennék, talán nem olyan nagyon rossz, a tenger miatt nem rossz, nem miatt. És hát tényleg nagyon szépen köszönöm egyrészt a meghívást, a lehetőséget, és
Az, hogy ilyen nagyon fegyelmezetten csendben itt tetszettek végigülni, anélkül, hogy bárki elaludt volna, ez vagy az önök fegyelmezettségét jelenti, vagy talán érdekes volt valamennyire, hogy beszélgetünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Meghívást. Még elmennének, engedjenek meg egy bejelentést. A Töltsön egy órát című műsor március 21-én folytatódik. Egy pillanat, hogy mondjam el. Március 21-én lesz a következő előadás. A Lent a nagy teremben Oszter Sándor és felesége Fajloni Donatella zongoraművésznő lesz a vendégünk. Egy kis koncertet is fog adni a művésznő, hogy meggyakorlják. Köszönöm szépen, hogy ennyit eljöttek. Szép, szép idő.